Ezt a történetet a nagynéném mesélt el nekem. A hideg kilett tőle. Visszatekintve a 90-es évekre, amikor főiskolás volt, egy nyáron át a Burger Kingben dolgozott. Elmesélte nekem, hogy egy éjszaka, amikor éppen dolgozott, nagy volt a nyugalom. mellett meglehetősen későre járt, tehát csupán ő és még néhány alkalmazott volt ott akkoriban. A nagynénémnek hátra kellett mennie a tároló szekrényig, hogy kivegyen néhány dolgot, de amikor kinyitotta az ajtót, egy férfit talált a szekrényben ülve. A nagynéném felsikoltott és kirohant a többi dolgozóhoz. Amikor egy kolléganővel visszatértek és újra kinyitották az ajtót, a férfi már eltűnt. Fogalmuk sem volt, hogyan távozhatott anélkül, hogy észrevették volna. Néhány héttel később a nagynéném teljesen egymagában volt az éjszakai műszakban. Az étterem tökéletesen üres volt, leszámítva azt a férfit, aki egyedül ölt az asztal sarkánál. Néhány perc múlva különféle pillantásokat kezdett rávetni, felismerte, hogy ő volt az a férfi, akit pár héttel korábban a tároló szekrényben rejtőzködve lelt. Nem igen tudta, mit kellene tennie. A férfi csak üldögélt ott egyedül, nem rendelt semmit. Voltaképpen nem is csinált semmit, csak ült. A nagynéném nem tehetett róla, de egy kicsit kezdett ideges lenni. Végül odáig jutott, hogy szólt egy kollégának, akivel barátok is voltak. Csak hogy mire mindketten visszaértek, a férfi ismételten eltűnt. Ez egy nagyon bizar élmény volt, és a nagynéném csupán azon az egy nyáron dolgozott a Burger Kingben. Nem sokkal később felmondott, de később megtudott valamit a Burger King történetéből a barátnőjétől. Ez egy másik étterem volt, amely bezárt, miután egy férfi meghaltott rablás következtében. Amikor meglátta az említett férfi fényképét, ugyanazt az embert látta, aki korábban az ő éttermükben volt. Az étterem már egy éve elhagyatott volt, amikor a Burger King elfoglalta öt éve azelőtt, hogy a nagynéném ott dolgozott volna. Ez egy meglehetősen rémisztő történet lesz. Gimnáziumi tanulóként dolgozom a megdalázban, és most lettem 16 éves, szóval ez egy eléggé tisztességes első munkahely számomra. Egy hónappal korábban egy drive ban dolgoztam, ahol az emberek rendeléseit vettem fel. Péntek este volt, és minden kezdett elcsendesedni este 10 óra után. Egy autó állt be a rendelési sorba, én pedig nekiálltam felvenni a rendelésüket. Miután megkérdeztem, mit parancsolnak, nem válaszoltak. Néhány másodpercig csend volt. Aztán az egyikük kimondta a nevemet, és nem csupán a keresztnevemet, hanem a középsőt és a vezetéknevemet is. Rádöbbentem, hogy ennek olyas valakinek kell lennie, akit ismerek, de sem a hangot, sem magát a szemét nem ismertem fel. Zavarba jöttem, és megkérdeztem, hogy kicsoda ő. Nem válaszolt. Csupán még egyszer megismételte a nevemet. Aztán tovább hajtottak. Férfi volt az illető. Napszemüveget viselt. Egyáltalán nem ismertem fel. Jócskán megijesztett ez az egész. Amikor hazamentem, elmondtam a szüleimnek, akik épp olyan döbbentek voltak, mint én. A mai napig nem tudom, ki volt ez, és mit akart. És ma is összerászkódom, ha erre gondolok. Ez már csak nem három éve történt. A főiskoláról vezettem haza a barátnőmmel. Késő este volt, és mindketten farkas éhesek voltunk. Találtunk egy kiáratot, és amint azon kihajtottunk, azonnal megpillantottuk az egyetlen nyitva tartó éttermet, az Airbus-t. Az autós kiszolgáló sor nem üzemelt, és hát mindketten kiszálltunk és bementünk. Az egész helyen hatalmas csend honalt. Úgy tűnt, mi vagyunk az egyetlen vendégek. Rendeltünk, aztán ott váltunk az ételre. Amíg váltunk, egyszer csak kinyílt az ajtó, és egy férfi lépett be. Középkorú lehetett, Eléggé magas és nagy darab. Szemüveget és viszonylag hosszú hajat viselt. Lassan lépkedett és ránk bámult. Aztán előre ment, és leült az étterem egyik asztalához. Ahogy várakoztunk, magamon éreztem a férfi átható tekintetét. Néha a barátnőm és én is átnéztünk rajta. Ettől eléggé kényelmetlenül éreztük magunkat. Végül aztán átadták nekünk az elkészült ételünket. Kivittük a kocsihoz, és amíg az autó felé haladtunk, láttam, hogy a férfi közvetlenül mellénk parkolt. Legalábbis feltételeztem, hogy ez annak a férfinak az autója lehet, mivel több kocsi nem volt, csak ami és az ő autója volt az egész parkolóban. Azután pedig megláttam a férfit kilépni az étteremből, és elindulni felénk. Ez aztán igazán félelmetes volt számunkra. Gyorsan beszálltunk az autómban. Azt terveztük, hogy ott fogunk enni a parkolóban, és azután hajtunk tovább. Majd vissza, de hát a férfi közvetlenül mellettünk parkolt. Beszállt az autójába, és még egyszer ránk nézett az üvegen keresztül. Ez nagyon ijesztő volt, tehát úgy döntöttem, hogy azonnal tovább hajtok. Csak hogy az történt, amitől féltem. Alig, hogy beindítottam a motorst, a férfi is beindította a magáét. Amikor pedig tovább hajtottunk, követni kezdett minket visszatértem az autópályára. Ez még azelőtt történt, hogy túlságosan besötétedett volna, vagyis nem sok autó járt az autópályára rajtunk kívül. Ahogy próbáltunk begyorsítani az autópályán, a minket követő fickó agresszíven ránk ragadt. Egyenesen nekihajtott a kocsim ütközőjének, és egészen extrémen közelről követett. Olyannyira közelről követett, hogy attól féltem ráüt majd a kocsim hátsó felére. Gyorsítottam, Ám ekkor felfedeztem a potenciális újabb veszélyforrás számunkra. A szívem hihetetlenül gyorsan kezdett verni, és ömlött rólam a veríték. A fickó mögöttünk sávot váltott, és mellettünk kezdett vezetni. Lassítottam, és hagytam, hogy elhaladjon mellettünk, de ekkor ő is lassítani kezdett, ugyanazzal a sebességgel. De ahogy az autójám én mögé került, Hátra néztem, és láttam, hogy az arcán elháborodott vigyóra a Aztán egyenesen a miénknek fordította a kocsiját. Félre kellett kanyarodnom az autópályán, és fékeznem, nehogy nekünk jöjjön. Ő végül túl gyorsan kanyarodott, és kipöldült, majd az autója árokba szaladt. Lassan elhajtottunk mellette, miközben láttuk, ahogy igyekszik kikecmeregni az árokból, de úgy tűnt beleragadt. Nagyon megkönnyebbültem. És persze nem akartam ott maradni, így az autópályát választottam. A barát nem közben hívta a rendőrséget, elmagyaráztuk, mi történt, a rendőrök pedig azt mondták, hogy kiküldik az embereiket a terepre. Végül szerencsére épségben hazaértünk, de ez nagyon meleg helyzet volt, és soha nem fogom elfelejteni. Ez egy évvel ezelőtt történt velem. Együtt lóptam néhány új gimis barátommal. Az egyikük a mcdonalds dolgozott, és meg akartunk ott állni, mivel üdvözölni szerette volna az egyik kollégáját. Négyen voltunk. Éjjel 10 óra körül járhatott az idő. A barátunk kiszállt, mi többiek pedig a kocsiban lazulva élveztük a szép estét. Nem hiszem, hogy nagyon lettek volna ebben az időben vásárlókot a rajtunk kívül. De kb. egy perc múlva egy háromkerekű motorvezető embert pillantottunk meg befordulni a sarkon. Egy hangszóró volt a motor hátsó részére erősítve, amelyből zene szólt. Mindannyian csak néztük, ahogy odahajt mellénk, majd körbe a parkolóban, körözni kezdett az étterem körül. A barátaim és én viccesnek találtuk ezt, és gyártottunk is róla néhány poént. Kb. tíz kör után odahajtott hozzánk és megállt. Hosszú haja volt, és borostás szakálla. Laza, bő cuccokat viselt. A húszas évei végén járhatott. Kb. másfél méterre tőlünk állította meg a motort, és kikapcsolta a zenét, valamennyien ránéztünk. Akartok valamit tudni, stácok? – kérdezte. Na rá, feleltük. Nos, én ki akarom rabolni ezt a helyet mondta. Zabasztan néztünk egymástra. Az egyik barátunk felnevetette, azt gondolván, hogy csak tréfál, hiszen olyan bizarul hangzott ez az egész. Ő pár pillanatig halvány mosolya a nézettrán. Megfordultam, és láttam, hogy a barátunk még mindig beszélget a kollégájával a pultnál. Valahogy el akartam menni innen. Majd a férfi ismét megszólalt. Én elmennék innen a helyetekben, fiúk. Az egyik barátom azt kérdezte, miért? A férfi csak azt felelte, hogy menjen. A barátom azt mondta, nem. Meglepődtem, de aztán rádöbbentem, hogy mi négyen vagyunk, ez a férfi pedig egyedül. És semmivel sem volt nagyobb, mint bármelyikünk. A férfi állt a motorja mellett kb. fél percig, és csak bámult ránk. Majd végül felült a motorjára, és elhajtott. Nagyon keménynek éreztük magunkat, amiért valószínűleg meghiúsítottunk egy rablást, bár nem tudtuk, hogy a férfi mennyire gondolta komolyan, amit mondott. Viccelt, vagy ne tan hatása alatt állt. Mindannyian hazamentünk, és másnap reggel arra ébredtem, hogy a barátaim beszélgetést indítottak, hozzácsatolva egy linket. Ez arról szólt, hogy a helyi bankba betölt valaki előző éjszaka. Egy kő darabbal betölték az ablakot, aztán odabent letartóztattak egy embert. Ugyanaz a férfi volt, akivel beszélt én. Késő éjszakában nyúlóan dolgoztam azon állások egyikében, amely állásaim voltak néhány évvel ezelőtt. Emlékszem, egy ilyen éjszakán munka után különösen éhes voltam, és akartam valami harapnivalót szerezni a hazafelé tartó úton. Éjfél után járt pár az idő, Úgyhogy nem volt túl sok választásom, de persze, ahogy vezettem hazafelé az országúton, az utamba került egy takobár embléma. Tudtam, hogy általában későig nyitva vannak, így hát elhatároztam, hogy megállok itt. Nem nagyon voltam ismerős a környéken, mert csupán a munkám miatt laktam abban a városban, és egy egészen másik államba való voltam. Ahogy behajtottam a takóbel parkolójába, láttam, hogy az némileg ódivatú és lepukkan. Amellett senki sem volt ott, de ez nem számított annyira meglepőnek, lévén nagyon késő. Az egész környék leharcolt és gyanúsnak mondható volt, de nem törődtem vele, mert igazán éhes voltam. Odahajtottam az autósor ablakához, és vártam, hogy majd jön valaki és megkérdezi, mit kérek. Amikor pedig végre megtették, két marha húsos burítót rendeltem. Aztán a másik ablakhoz hajtottam és fizettem. Az alkalmazott azt mondta, hogy az étel nem sokára megérkezik. Aztán elment az ablaktól. Nagyon hosszú időbe teltem, még végre visszatért. Ott töltem kb. már 5 perce várakozva, azon töprengve, hogy vajon miért tart ez ilyen sokáig. Amikor senki nincs itt, én pedig a leghagyományosabb dolgot rendeltem a menüből. Mégsem fogok panaszkodni, ha végül megkapom az Ám hát, Elmekkor csak úgy a semmiből. Azt véltem hallani, hogy valaki ki akarja nyitni a hátsó ülésem ajtaját. Utcai terepjárót vezetek, de szerencsére a hátsó ajtók zárva voltak. Megfordultam, de nem láttam senkit. Valószínűleg elbújhatott a kocsim mögé, olyan szögben, ahol nem láthattam. Aztán valaki hátulról belerúgott a kocsimba. A rúgás után megint megfordultam, és láttam, hogy valaki lebukik az autóm mögé. Azután pedig egy férfit láttam, ahogy a telkobát körülvevő bokrok mögül előfut. Egyenesen a kocsim felé rohant. Az egész arcát sí vette. Egy pillanatot sem vesztegette. A gázpedálba léptem, és eltűztem onnan láttam a visszapillantó tükrön keresztül, ahogy ő és egy másik férfi futnak utánam. Gyorsan elhagytam a terepet, és hazaértem anélkül, hogy ennivalót szereztem volna. Jelentettem az incidást, de soha többé nem álltam meg annál a takobelnél. Ez tavaly történt velem. Méhes voltam a késő éjszakai műszak után. Éjfél már elmúlt, tehát tudtam, hogy túl sok választás nem áll a rendelkezésemre. Megláttam egy McDonald's-ot, és lehúzódtam mellé az autópályáról. A McDonald's nyitvatartási órái meglehetősen helyfüggőek, így csak remélni tudtam, hogy nyitva vannak, bár a fényeik eléggé halványon világítottak. Így hát nem lehettem benne biztos. Lehúzódtam az autósorhoz, hogy lássam, mi a helyzet. Alig, hogy a hangszóróhoz értem, egy hang azt mondta. Hello, ön a McDonald's nál van, mit adhatok már? Azt feleltem, hogy a kilences számú ételt kérem, és ez minden. Azt felelték erre, hogy rendben, és hajtsak csak az egyes ablakhoz. Oda vezettem hát az autómat, azonban amikor elértem az ablakot, senki sem jött oda. Láttam, hogy a konyha fényei olyannyira gyérek, mintha zárva lettek volna. Vártam néhány percet. Tudtam, hogy én vagyok az egyetlen vásárló, tehát nem értettem, mit ad nekik ilyen sokáig eltelt egy újabb perc, és semmiféle mozgást nem láttam oda bentől. Elővettem a telefonomat, és megkerestem a McDonald's-t a Google Maps-en. Maga a hely elő is jött, és utána az is kiíródott, hogy zárva van. Megzavarodva kezdtem bámolni a kijelzőmet, azon töprengve, hogy ez netán valami hiba, vagy tévedés. Aztán egyszer csak megláttam valakit felbukkanni az ablaknál a szemem sarkából. Egy teljesen feketébe öltözött férfi volt ez a kapucni csak nem az egész arcát eltakarta. Amint arra fordítottam a fejemet, lebukott. Elhajtottam onnan olyan gyorsan, ahogy csak tudtam, meg sem álltam hazáig. Nem tudom, ki volt ez, mi történt itt, de azt tudom, hogy ehhez a megdanáthoz többé nem megyek vissza. Amikor főiskolás voltam, nyaranta a McDonald's-ban dolgoztam. Egy napon éppen szombaton dolgoztam, és a pultnál állva vettem fel az emberek rendeléseit. Egész jól telt a hétvége, amíg meg nem jelent egy férfi, aki két Big mac kért. Felvettem a rendelését, ő fizetett, majd átadtam neki a blokkot. Utána a soron a következő vevőt szolgáltam ki. Egy idő után visszatért, és azt mondta, hogy a blokk két Big Mac-ről szól, holott ő csupán egyet akart. Mondtam neki, hogy biztos vagyok benne, hogy kettőt két. Hallottam, amikor azt mondta, hogy két Big Mac. Döbegorult és azt mondta. Ne adja a saját szavait a számba, tudom, hogy mit mondtam. Sajnálom, uram, meg sem próbáltam így tenni. Feleltem. Erre azt mondta, hogy ne okoskodjak vele, mondhatom, hételen haragú ember lehetett. Bocsánatot kértem, és felajánlottam, hogy visszaadom a másik Big Mac két kapott pénzt, és csak egyet adok neki. Ő viszont erre azt válaszolta, hogy nem akarja már egyiket sem. Majd pedig azt kezdte hajtogatni, hogy engem ki kellene rúgni. Mondtam neki, hogy nyugodjon meg, ám ez mit sem használt. Kezdte felemelni a hangját, az étteremben már mindenki ráfigyelt. Az egyik kollégám Jackkelől jött és beszédbe elegyedett a férfivel. A Jackkel való rövid társalgás után a férfi azt mondta, hogy nem kér semmit, csak el akar innen menni. Visszaadtuk neki a pénzt, és úgy gondoltam ezzel a közjáték véget is ért. Csak hogy ő ezután áthajolt a pulton, és azt mondta nekem, amikor véget ér a műszakot kint foglak várni. Nem tudtam eldönteni, hogy ezt most viccnek vegyem, vagy sem. De hát valaki képes jelenetet rendezni egy Big Mac miatt? Én nem szóltam egy szót sem, ő pedig megfordult és elment. Nem aggódtam túlságosan a fenyegetőzés miatt. Mert még csak egy órája kezdtem meg a nyolc órás műszakomat. Tudtam, hogy ember nincs, aki ilyen sokáig itt várna. Végig dolgoztam a műszakom hátralevő részét, ami meglehetősen jól ment. A munkám során el is feledkeztem az incidenstől. Este 10 óra volt, amikor végeztem. Tehát elpakoltam a dolgaimat, és az autón felé indultam. Ahogy közeledtem a kocsimhoz, egy másik autót pillantottam meg a parkoló másik végében. Na lá, hogy a fent említett férfi volt ez. Nem tudtam elhinni, hogy tényleg megvált. Az autón felé rohantam, ő pedig üldözőbe vett. Már majdnem elértem az ajtót, amikor megrögötte a karomat. Neki állt elrángatni az autómtól, én pedig úgy sikítottam, mint egy kislány. A zsebemben nyúltam és előkaptam a paprikos prémet, aztán permeteztem vele felé. Az arcába is jutott belőle, aminek következtében elengedett és elrohant. Véletlenül a saját arcomba is préztem, de azért be tudtam ölni az autómba, és égő szemmel bezártam az ajtót. Nem érintett ez annyira rosszul, hogy ne lettem volna képes tövid időn belül visszanyerni az önuralmamat. Láttam, hogy két ember aggódva siet az úton felé. Kérdezték, hogy jól vagyok-e, és hogy hívják-e a rendőrséget. Igen, feleltem, aztán a rendőrség hamarosan megérkezett, és felvették a vallomásomat. Sajnos a férfi kereket oldott, mégis szerencsésnek éreztem magam, amiért nem sikerült bántalmaznia. Még mindig kiakadok. Arra gondolok, hogy képes volt kb. 7 órát itt várni, hogy konfrontálódhasson velem. Amióta először jártam a csikfilében, ez volt a kedvenc éttermeim egyike. Mindig is imádtam a csirke a szószuk pedig egyenesen csúcs volt. Azonban a főiskolának, ahol nemrégiben diplomáztam, a közelében nem volt csikfilé, vagyis amikor iskolában voltam, akkor nélkülözlem kellett ezt. Tavaly, amikor a szemeszter végre véget ért, az a felé a szülői házhoz hajtottam, és az az ötletem támad, hogy csikfilét kellene enni. Reggel elhagytam az iskolát, egy órás útba teltem, még hazajutottam. Amikor kb. egy órányira voltam otthonról, úrá lettek rajtam a vágyaim, és megpillantva egy csíkfilét megálltam. Relatíve újnak látszott, és nagyon forgalmasnak. Beálltam az autós sorba, amely hosszú volt, de gyorsan haladt. Az egyes számot rendeltem, amelyet legtöbbször szoktam. Csirke sandwich sőt kromplival, és egy ital. Annyira éhes voltam, hogy úgy döntöttem, leparkolok és elfogyasztam itt. A csik egy hatalmas bevásárló terület volt, és egy pláza is tartozott hozzá, egy igazán nagy parkolóval, és hát a pláza parkolójának nyitott területére hajtottam. Nem volt valami nagyon forgalmas. Enni kezdtem, de aztán bosszankodva vettem észre, hogy a nap a szélvédőn keresztül pont a szemembe süt. Odébb gurultam az autóval a parkoló árnyasabb része felé. Alig, hogy elindultam, észrevettem egy másik kocsit, kevéssel az enyém mögött, amely ugyanazon időben akart távozni. Odébb hajtottam és beparkoltam egy pamelli, az a kocsi pedig követett, és leparkolt kb. 10 parkoló helye odébb, mint én. Furcsáltam ezt, de aztán sokkal inkább az evést koncentráltam. Egy kicsit később, amikor úgy döntöttem, hogy folytatom az utamat hazafelé, el is feledkeztem arról az autóról. Hanem aztán csak eszembe jutott, hogy megláttam, hogy ő is jön velem. Nem bajlódtam azzal sohasem, hogy megnézem kivezeti, meg aztán ahhoz túlzottan is messze volt, hogy látni lehetett volna. Még egyszer mondom, furcsáltam. De mit tudtam volna tenni? Visszatértem az útra, aztán onnan a fő útra. Észrevettem, hogy az engem látszólag követő kocsi ugyanezt tette. Egyfajta aggodalom vett merőt amikor ezt felfogtam. Miért követ engem bárki? Tehát meghúztam a kocsiját anélkül, hogy észrevettem volna. A kocsi egész idő alatt mögöttem maradt. Hol lelassulva és sávot váltva, hol pedig gyorsítva, de mindenképpen engem követve. Ma sem tudok pontos leírást adni a másik vezetőről, mert nem tudtam jól kimenni az arcát. Minél közelebb értem otthonhoz, annál inkább aggódtam, mert nem akartam, hogy miután egész úton követett, kifigyelhesse, hol lakom. Kb. 10 percem maradt, hogy hazaérjek, amikor úgy döntöttem, hogy elhúzódom a főútról megint, és kihajtok a kiáraton. Nem igen volt tervem, de azt tudtam, hogy nem lenne valami jó dolog úgy hazaérni, hogy közben valaki követ. Volt itt egy kisváros néhány boltal, és benzinkúttal. Behajtottam egy szupermarket parkolójába, és leparkoltam a hátsó traktus egy pontján, ahol nem volt sok másik autó. A kocsi természetesen ide is követett engem. Fogtam a telefonomat és hívtam a szüleimet. Elmondtam nekik, hogy követnek, és kérdeztem őket, hogy most mit tegyek. Mielőtt befejeztem volna, amit mondtam nekik, láttam, hogy a másik autó a mögöttem lévő parkolóhelyre állt be, egy kicsivel balra. Észrevettem, hogy a vezetői ülés ajtaja kinyílt. Az utasüléseké ugyancsak. Három hatalmas férfit láttam kiszállni, valamennyien felém tartottak. Pánikba estem, és a gázpedált a végnyomba eltűztem onnan. Aztán láttam, hogy a férfiak megálltak, és a saját kocsijuk felé kezdtek futni. Ezúttal azonban szerencsém volt. Egy rendőr autó tűnt fel a szupermarketet más üzletekkel összekötött csendes úton. Amikor meglátták, hogy szinte féktelenül száguldak, félreállítottak. Az engem követő kocsi is lassított, de aztán persze tovább hajtott. A rendőr lehúzta az ablakomat, és közölte velem, hogy egy kicsit vadul hajtok, én pedig elmeseltem neki a helyzetemet. Ezek után csupán figyelmeztetett, hogy lassítsak és vezessek biztonságosabban, és felajánlotta, hogy néhány mérföldön át kísérni fog. Amíg biztossá nem válik, hogy nem követ más senki sem. Örömmel kaptam az ajánlatát, és így szerencsésen haza is jutottam, anélkül, hogy követtek volna, illetve hogy azt az autót láttam volna még ezek után. Ez a törzsénet egy évvel ezelőtt esett meg. A Csikfréében voltam a barátnőmmel egy éjszaka. Ez volt mindkettőnknek a kedvenc étterme. Állandóan itt voltunk. Általában az autósorba álltunk be. Most azonban úgy döntöttünk, hogy beülünk az étterembe. Egy kissé már későre járt, így nem volt oda bent valami sok ember. Beültünk egy boxba az étterem hátsó részében, és jobbára teljesen magunk voltunk. Ettünk, viccelöttünk, beszélgettünk. Amikor egyszer csak éppen előttem valaki bedörömbölt az ablakon. Mivel éppen az ablaknál ültünk, nagyon megijedtünk. Annál is inkább, mivel sötét volt már. Először is nem igazán láttam semmit sem, de aztán kiderült, hogy egy elég rossz küllemű pasas állodaként. Dühötten dörömbölt az üvegen, pontosan előttünk. Mind a barátnőm, mind én jócskán féltünk, és néztük, hogy ugyan mi baja lehet ennek az embernek. Valamit kiabálni kezdett nekünk, de nem értettük, hogy mit. A férfi sötét pulóvert viselt, a fejére húzott kapucnival, és úgy tűnt szemüvege és barna kecske szakállava. Nem tudom, hogy elmebeteg volt-e vagy valami más, minden esetre én semmit sem tettem, amivel feldühítettem volna. A férfi váratlanul abba hagyta az ordítozást, és hátat fordított nekünk. Majd pedig elfutott az éjszakába. A barátnőm és én sokkos állapotban bámultunk egymást. Mi volt ez? kérdezte a barátnőm. Én úgy gondoltam, hogy a fickó vagy elmeháborodott lehetett, vagy dogos. Minden esetre mindketten nagyon örültünk, hogy elment. Mint sok más csikfilé, ez is több különböző üzlet közé épült, ezért úgy gondoltuk, hogy talán ezek valamelyikéből jöhetett az a férfi. Pár percig még beszélgettünk róla, aztán hazaindultunk. Használnom kellett a mosdót, ezért mondtam a barátnőmnek, hogy mindjárt visszajövök, aztán mehetünk. Bementem hát a mosdóba, és elvégeztem a dolgomat. Emlékszem, hogy valaki közben használta a másik fülkét. Amikor elkészültem, oda mentem a lóhoz kezet mosni. Közben hallottam, ahogy a másik fülke ajtaja kinyílik. Csak úgy mellékesen oda néztem, hogy lássam, ki van ott és nem hittem a szememnek, amikor megpillantotta ugyanazt a férfit, aki kint állt az utcán. Csak állt egy helyben, és bámult rám. Aztán váratlanul nagyon széles, és rémisztő vigyor telepedett a képére. Nem vesztegettem az időmet, olyan gyorsan hagytam el a mosdót, ahogy csak tőlem telt. Láttam, hogy a barátnőm már az ajtóban vár rám, és láthatta a pánikot az arcomon. Kérdezte is, hogy mi történt. Én pedig mondtam, hogy azonnal mennünk kell. Nem figyeltük, hogy ez a férfi követeminket minket, vagy sem, és beültünk a kocsiba, én pedig elmeséltem a barátnőmnek, hogy ugyanazt a férfit láttam a mosdóban, akit az előbb az utcán. Őt ez mélyen megdöbbentette. Azután pedig hazahajtottunk. Szerencsére soha többé nem láttuk azt az embert. Ez volt a legőrültebb dolog, hiszen ráláttunk az étterem egyetlen bejáratára. Soha sem láttuk azt a férfit bejönni. Hogyan mehetett akkor be a mosdóba? Amikor fiatalabb voltam, és hajlamosabb arra, hogy akár éjszakákon át is hajszoljam a lóvét, találtam egy mellékállást, mint öbelső Ez volt a csúcs a te teljes munkaidejű munkáim között. A pult mögött távol eladni sajnos nem volt olyan kifizetődő, mint amilyen mértékben szükséges lett volna. És nem voltam elég okos ahhoz, hogy jobb állást találjak, vagy egyszerűen csak fizetésemeléstől tárgyaljak. Ehelyett azt tettem, amit sok mai dolgozó fiatal tesz. Másodállást vállaltam. Nagyvárosban éltem, jobb kocsim volt, amely imádtam ide-oda furikázni. Szóval nagyon sok értelmét láttam. Ez kb. tíz évvel ezelőtt történt. A cég sikeresen indult, és nagy port vert fel országszerte. Hallottatok már hat számélyes fizetést kapó emberekről, akik éppen csak elvisznek más embereket ide-oda? Az emberek, akikről beszéltem, ugyanazt kérdezik könnyen megszerezhető pénzütötte itt az ember markát. Nem igazán mondhatnám, hogy nem így volt. Tisztességes összeget húztam ebből a kis mellékesből. Ám nem növekedtek a duplájára a kiadásaim, mint azt az elején gondoltam. És ettől a kimerültség egy új szintjét is megismertem, mivel az überezés oltárán be kellett az alvást áldoznom. Ez azt jelentette, hogy állandóan jöttem, mentem. Délután öt körül befejeztem a kiskereskedelmi munkámat, haraptam valamit, aztán nyomás überre hajnali kettőig. Csőcseléket is megismertem, amikor az übernek még nem volt meg az a protokollja, ami manapság. Nem volt ritka, hogy elég vad dolgok történtek ott a hátsó ülésen, hogy egy kicsit előre haladjak. Hat hónapja vagyok a munka ezen új világában. Belekerültem a munka két féleségébe, ahol a magasabb szintű területek a kis teherautóknak valók, és hogy miképp lehet gyors kanyarokat tenni a szeméterakóknál, majd visszatérni a belvárosba hanem a megfelelő útzatértére az ellenkező oldalra jutottál ki, ahol sok reklámozó és üzleti park volt. Ezeket a furcsa kanyarokat extra idők alatt és extra adag benzinnel tudtad megtenni. Volt egy kórház a belvárosban, amely időszakosan kihasználatlanul állt, mint hogy hatalmas területe és parkolói voltak. Itt tudtam pihenni és telefonozni, itt nem kell aggódni az ide-oda hangáló forgalom miatt. Még egy kicsit durmolni is tudtam, ha úgy adódott. Többféle gyors étterem és kisbolt volt errefelé, amelyek jól jöttek nekem. Alkalmanként még egy-egy is ittam, vagy ilyesmit, de sajnos ez nem volt annyira gyakori. Végül kezdtem kimerülni. Elértem a tűrő képességem határát. Egy éjszaka beálltam a kórházhoz, klienste bárva. Az éjszaka szokatlanul lassan telt, pedig sok utasta számítottam, szóval nem igazán tudtam, mit tegyek. Arra gondoltam, hogy talán majd később éjjel több pénzt fogok keresni, szóval vettem egy energiaitalt az autómatából, de ez nem számított. Visszajöttem a vezetőülésre, bekapcsoltam a kedvenc zenei listámat, és azonnal elaludtam. Nem aludtam nagyon sokáig, viszont ez egy mély, mozdulatlan pihenés volt. Tudjátok, hogy van ez. Nyitott szája, nyálazva, abszolút a legrosszabb formámat mutatva. Van egy dolog, amit még ennél is kevésbé szeretek. A felébredés érzése, amikor nem kellene aludnunk. Az agy azonnal nekiáll túl kompenzálni. Nem tudom, ki vagyok, hol vagyok, mit keresek itt. Volt idő, amikor a tanárok a középsúliban rajta kaptak, hogy alszom. Mindig nagyon megijedtem, amikor felébresztettek. Még angolul is elfelejtettem olyankor. Csupán neszeket hallottam, aztán csendben maradtam. Ez is azoknak az időknek egyike volt. Emlékszem, úgy kellett magamat éberre rúgdalnom, mert a fejem megint furcsán viselkedett. Furcsán hörögtem párat, miközben próbáltam visszatérni az ébren létvilágába. Még mindig az autónban ültem, még mindig éjszaka volt. Ugyanaz a stáger lista szólt. Az órára nézve láttam, hogy alig 15 percet alhattam. Vettem egy mély lélegzetet az orromon keresztül, aztán elhelyezkedtem az ülésben. A rövid macska szondi állítólag több energiát ad, mint egy hosszabb alvás. Ellenőriztem a telefonomat, és láttam, hogy nem szalasztottam el semmit. Bár volt egy személy, akit felszedhettem volna a közelben, és kaptam volna pádolcsit. Ittam még egy korcsot az italomból, ellenőriztem a tükrömet, és áthajtottam a parkba. Megálltam aztán, amikor valami furcsát pillantottam meg a szélvédővek tükrében. A nem tévedek, egy személy ült mögöttem a középsülésen. Szemkontaktust teremtettünk, megfordultam, és csak ugyan egy férfi ült több, mint húsz centire tőlem. Alványa elmosérdött, és bólintott, mint aki tudomásul vette, hogy elaludtam. Mintha még azt is mondta volna a végén, hogy hello. Igazán nem tudtam, mit tegyek. Az egyik részem szeretett volna ráoldítani, hogy kifelé innen. A másik részem szerette volna felvenni a kesztyűt, a többi részem pedig meg akarta kérdezni, hogy mit keres a kocsimban. Ekkor lefelé néztem, és megpillantottam az Uber alkalmazást a telefonjában. Eszembe jutott a matrica az ablakomon, ahogy a kórházon kívül parkoltam. Ez a fickó valószínűleg azon épületek egyikéből jöhetett ki. Kóborolt az utcán, majd lefoglalt egy utazást. Aztán egyszer csak meglátott engem. Valami okból az ő telefonjának a zenéje segítette az agyamnak visszanyerni az ezzel kapcsolatos összefüggést. Ettől elmúlt a pánikom, tehát egyszerűen azt mondtam. Hello, mit keres az autómban? Egy pillanatig nem válaszolt, csak lenézett a paddóra, aztán a plafonra, bárhova, csak nem egyenesen rám. A telefonjára mutattam, aztán folytattam a beszélgetést. Keres valakit, aki elvinné, vagy ilyesmi. Bólintott. Oké, legalább félig normális. Bekapcsoltam a biztonsági övet, és elmagyaráztam neki, amit most elmagyarázok nektek is. Két állásban dolgozom, fáradt vagyok, és éppen úgy esett, hogy elaludtam. Azt mondtam, hogy boldogan vissza már jó értékelésért cserébe, őt, aki azt állíthatná, hogy nem aludtam az autómban. Mindketten nevettünk. A belvárosba próbálok eljutni, mondta. Visszafelé mutatott a Jackson Drive-ra. Hová? kérdeztem. Ő ekkor csak egy nagyon laza helyszínt tudott megadni, miszerint nem túl messze egy régi zenés helytől, amelyet néhány évvel ezelőtt bezártak. Ismerős voltam a környéken, azért nekivágtam az útnak. Közben csövegtünk egy kicsit, főleg magamról és arról, hogyan aludtam el. A férfi neve Donovan volt, és azt mondta, hogy amikor beült az autómba, beszélni kezdett, de látta, hogy horkolok, inkább úgy döntött, hogy vár. Miért álljanom, hogy maga nem egy különc, mondtam. Már majdnem kiakadtam, amikor megláttam magánál az überappat. Aztán belém vágott. Ez az ember és én összekapcsolódtunk. Ő soha nem rendelt be a és én sem akartam senkit sem felvenni. Egy gyors pillantást vetettem a tükörbe, és azt mondtam, Hé, csak most jöttem rá, hogy ez nem regisztrált hívás. Meg tudna találni engem nagyon gyorsan az alkalmazásban? Fickó akkor kinézett az ablakon, és kötekedően így szólt: Ó, oh, nem fogok én ezért fizetni. Nevettem, ő viszont néma maradt. A csend ilyenkor nagyon esetlenül hat. Hátra néztem, és rájöttem, hogy hibát követtem el. Ez a fickó nem úgy volt öltözve, mint valami értelmiségi vagy üzletember. Piszkos volt, a ruhái szakadtak. Nagyon úgy tűnt, hogy ez az egy pár cipője van csupán. Az arca piszkos volt, és nap égette. És az a mocskos hátizsák mellette. Hajléktalan. Annak kell lennie. Amíg aludtam, a kórház körül sodródók valamelyike bemászott a kocsimba. Talán arra gondolva, hogy ő is ott fog majd aludni, vagy valami ilyesmi. Aztán másodszor is megnéztem magamnak. Donovan karkötőt viselt. Papírkarkötőt, amiért a kórházban használnak elbocsátáskor. Az is lehet, hogy túladagolta magát egy szemetes kuka mögött, és most ingyen akar visszajutni, narkózni. És mindezt azért, mert nem voltam képes nyitva tartani a szememet. Megráztam a fejemet, megnyomtam a villogót, aztán a legközelebbi kiárat felé indultam az autóval. – Hé, hová megy? – hangzott a kérdés a hátsüléstől. – Mondtam, hogy merre megyünk. – Nem fogom ingyen végigfúvarozni a városon, haver. Még szerencséje van, hogy nem hívom a zsarukat kontrasztom rá. Ránéztem a puhártartóan előttem lévő telefonra, csak hogy megmutassam neki, nem pusztán szivatom. Na, mondta tudom el. Maga szerencsés, hogy nem főzem ki a cipőmet, és nem folytam meg bele. Mielőtt egyet pistokhattam volna, mocskos, érzéketlen kezét éreztem a fejtámla, és a torkom közé férkőzni. Ösztönösen levettem egyik kezemet a kormányról, és próbáltam megfékezni a szorítását, de nem sikerült alig bírtam csak egy ujjamat is a tenyere alá csúsztatni, hogy egy kis levegőhöz jussak. Pánik kezdett nőni bennem. Egy pillanatra az órára néztem, igyekezvén lerázni magamra ezt a fickót. Hallottam reszelős lihegését magam mögött. A kezéből áradó szag, és a lehellete több volt, mint undorító. Ez a fazon legalább egy hete nem zuhányzott, vagy több. És akkor váratlanul eszembe jutott, hogyan szabadulhatnék meg tőle. A tükörben néztem, és láttam, hogy egyedül vagyok a főúton aztán keményen a fékbe tapostam. Én be voltam kötve, ám a mögöttem ülő Donovan nem volt ilyen szerencsés. Előre esett egyenesen neki az ülésemnek, amitől pedig engedett a szorításra, részt állt a karja is köztem. Félkézzel lerántottam magamról, és oldalt kormányoztam a kocsit. Donovan ekkor magához tért, és ismét megpróbált megdögödni, csak hogy nem hagytam, hogy ez még egyszer megtörténjen. Most egy kicsit helyzetben voltunk. Levittem a kocsit egy parkba, aztán a kockázatot vállalva felhívtam a 911-et. A fülelmehez téve a telefont. Ő tovább fenyegetett, de már kezdett volna kiszállni az autómból. Ekkor vettem észre, hogy egy kézitáska van nála, mégpedig nagyon csinos. Morgott valamit, a vállára vette a hátizsákot és a kézitáskát, aztán kilépett a hűs esti levegőre. Majd elindult az egyik kiárat felé, vissza a városba. Hallottam a díszpécset a telefonban, és rádöbbentem, hogy nem hagyhatom csak úgy annyiban az egészet. Elmondtam mindent, ami történt velem. Ahogy elkezdtem leírni a helyszínt, a diszpécser egy pillanatig hallgatott, talán egyenesen lenémított engem. Majd jött az új információ egy pillanat múlva. Az én leírásom megegyezik egy korábbival, annál a kórháznál történt az is, ahol én parkoltam. Donovan a kórházban inkoherensé és agresszívvá vált. Amikor rádöbbent, hogy nem felügyelik, lekapcsolta magát a gépről, leakasztotta a ruháit, és megszökött a kórházból közben pedig ellopott egy kézitáskát a kórházi szárnyon végig A táska gazdája észrevette, hogy hiányzik a retikülje, és szólt a kórház biztonsági szolgálatának, akik ellenőrizték a biztonsági kamerákat. Nem volt nehéz dolog felfedezni a női retiküllel távozó férfit. Ekkor, mint az a felvételen is látszott, rohanni kezdett. Valószínűleg retteg attól, hogy elfogják, de most, hogy kiszökött a kórházból, Kóborolt egy darabig a parkolóban, mielőtt bemászott volna az autómba, miközben én aludtam. Donovan arra gondolt, hogy valószínűleg könnyen el tudja majd lopni az autómat, minthogy aludni látott. Így aztán beült hátra, és elrejtett minden kórházi eszközt. Szükségtelen mondani. Donovan délnek tartott, miután kiszállt az autómból. Mondtam a diszpécsernek, hol vagyok, ő pedig merre indult el. Aztán megkövettem is a kiáraton. Két háztömön keresztül követhettem, mire a rendőrség elfogta fények és szirénázás kíséretében, majd megbilincselték. A telefon, amit láttam a kezében, a nő telefonja volt. Kézitáskájában találta. Megpróbálta kitalálni, hogyan kell őbe csendelni, míg fel nem ébredtem. Pont a megfelelő embert találta meg. Vallomást tettem a rendőrségnek, akik elkapták. Azt hiszem, most egy kicsit ki fog száradni pár hétig a börtönben. Talán nem szükséges mondanak de mindig zárjátok be az autókat, emberek. Egy évvel a Covid betörése előtt felvettek egy call -be, a belváros környékén. Egy közúti segélyszolgálat hívásait fogadtuk, amely névtelen fog maradni. Bár őszintén szólva, amikor legutóbb rájuk kerestem, még egy weboldalt sem találtam róluk. Legyenek akár benne az üzleti életben, akár sem. Különben a iparunknak a természete miatt az irodán napi 24 órás munkarendben dolgozott. Ez nem egy nagy private call center volt, csupán egy földszinti sarokegység egy kereskedelmi irodatömben. 10-12 üzleti ágazattal osztottuk meg. Mindannyiuk viszonylag normális nappali rendben dolgozott. A parkoló minden délután ötkor teljes mértékben kiürült. Csupán a mi oldalunkra szűrődött ki némi fény ám sehol semmiféle számlázás és pad megjelenése az ajtón nem látszott a záros óráiban. Around the clock ajtaján. Mi délután négykor, éjfélkor és reggel kilenckor bonyolítottuk az üzleti ügyeinket. Többnyire két-három emberes csoportokba, de sokszor négy-öt ember is összeállt, vagy pedig három hetente. Az egész éjszakás műszakot tipikusan egy srác, Benji vitte, de ünnepi hétvégéken hármunkat is odaültettek éjféltől reggel kilencig. Hát ezek voltunk mi. Úgy emlékszem, május elsője hétvégéje volt, és Benji megénkezeltük a telefonokat a pénteki éjszakai műszakban. És sohasem bántam ezeket a műszakokat, mert őszintén szólva imádok ezzel a sráccal együtt dolgozni. Egy kicsivel idősebb nálam, és a legőrültebb sztorikat tudja mesélni, amelyeket valaha hallottam. Itt nőtt fel a városban, és egy bizonyos mértékig bűnöző volt, de ma már tiszta, és be akar robbanni a zenei üzleti világába. Én rajzokon, illusztrációkon gondolkodtam, ő pedig nagyon szerette nézni, ha éppen dolgoztam valamin. Együtt lógtunk, és amikor a nap felkelt, még trólkodtunk is emberekkel, akik ugyancsak spamre használták a vonalat. Visszatekintve sok móka volt azokban a sötét órákban, és sok álmodozás. Egyik éjszaka pizzát rendeltünk, a 20 éveim idején laktózintoleráns lettem, Szóval mindez a rengeteg sajt és vaj a és a vastag belemet hisztérikussá tette volna. Ettünk, beszélgettünk, aztán kb. fél kettőig dolgoztunk. Aztán kezdtem számolni a bugyborékulásokat. Kettőkor már tudtam, hogy valami fog történni. Vagy az egyik végén, vagy a másikon. Vázoltam Benji-nek, hogy mi a probléma, és hogy tudná -e tartani a frontot helyettem. Kinyitottam az ajtót, ami az egyetlen kivezető út volt az irodából, nem volt másik menekülési útvonal, sem hátsó ajtó, csak egy nagy panelablak hátul. Majdnem illegálisnak tűnt. A további dolgok működés közepette olyan árnyékosnak tűntek, mint maga a pokol, holott csak irodai egységek. Gyakran osztottunk meg egymással egyedülálló vécéket, az az alaksorban voltak külső mosdók is. Mint hogy az ajtók nyitottak voltak a nyilvánosság számára, mindenki, aki itt dolgozott, kulcsán rendelkezett az összes mosdóhoz. Mindannyian egy helyen voltak ehhez az üzletághoz. Kb. 40 láb, aztán befordulsz a sarkon, és belenyúlsz egy kis fekete zugba a második emeleten. Nem voltak szem előtt, így idegenek, különféle betoppanó fur alakok, őrültek számára nem próbálták sem használni, sem pedig vandál módon megrongálni. Bementem, és megküzdöttem az én kiismerhetetlen emésztési dolgaimmal, aztán kezet mostam. Ahogy a tükörben néztem, úgy hallottam, mintha valaki kincsől megdögte volna az ajtót. Nevettem és oda kiáltottam valamit, mert azt hittem, hogy Benji szórakozik velem. Nem kaptam választ, csupán néhány kemény ütést a fémre. Fúra, de még mindig azt hittem, hogy csupán Benji akar jól pofa lenni. Kinyitottam az ajtót, de senki sem volt ott. Kiléptem, és levándoroltam a kis folyosóra, aztán ahelyett, hogy visszatértem volna az irodába, balra tartottam és lementem a másodlagos parkolóba. A szemetesek is itt voltak. Mivel ez egy kis külső terület volt, hogy kiértem a parkolóba, lépteket hallottam, amint az aszfalton csoszogni, aztán futni valamelyik irányba kezdett valaki. Most már tudtam, hogy valami nagyon furcsa dolog folyik itt. Megfordultam, és visszaviharzottam az irodába, és már kezdtem egy hamis arcot kirajzolódni, a cementlapon, de időben tettem a kezemet az emeleti gombokra. Azonnal vörösen kezdett villogni, és újabb öt másodpercet kellett vádom, amíg megnyomhattam a rezetet. Már nem hallok mást, mint a szívverésemet, a lélegzetemet, és ezeket a csosszogó lépteket a sötétben. Rángatom a kirincset, és Benji után üvöltezek. Aztán dörömbölök az ajtót, majd váratlanul rájövök, hogy pozíciót váltottam. Most én vagyok az a kinti kaotikus dolog látom őt a redőnyön keresztül, ahogy átnéz a vála felett. Telefonál, amelyen három pont villog pirosan. Láthatólag felvette, ha még én a dolgomat végezte. Megfordulok, és elkezdem verni az üveget. Könyörögve neki, hogy álljon fel. Látom, ahogy benyomja a tartásba tevő gombot. Elugrik, és az ajtóhoz rohan kinyitva. Én bevágódok, ő pedig rögtön becsukja az ajtót. Elléhegem neki, hogy mi történt velem. Arra számítok, hogy Benji kiakad, és extra módon bereteszeli az ajtót, majd azt mondja, hogy hívjam a rendőrséget. Hát nem. Mindennek az ellenkezője történt. Felgyőri az ingúját, és kilép a hűvös éjszakába. Az épületben olálkodó egyén végül a mosdói kisfőkéből került elő, van, bedrogozott, amolyan átlagos városi hajléktalan. Az iroda küszöbéről figyeltem őket. Per... Benji szigorúan egyenesen annak az embernek szegezte a kérdést, hogy mit keres a fickó pedig fülét farkát behúzva elrohant. Akit én sorozatgyilkosnak gondoltam arról, Benji azonnal kiszúrta, hogy csupán egy hobó. Mint már említettem, ő egy kemény belvárosi srác, aki mögött sok minden van. Minden egyes alkalommal, amikor csak bejön az irodába, nagyon hálás vagyok, hogy éppen bele lehetek együtt. Néhányszor még rohantunk azután az ólálkodó egyén után, és őszintén szólva volt már pár örölt Amikor a szeveni az utca végén kirabolták, az egyik sofőrünket még le is lőtték és volt, hogy segítettünk egy srácnak az autója elvontatásába. Sosem mondtam még el ezeket a sztorikat online. Ha bárkit érdekelne, adjon nekem kommentet. Sziasztok! Sokat vezettem az elmúlt évek folyamán, különböző okokból. Néha munkaügyből, néha pedig azért, hogy barátokkal lógjak együtt a hétvégén. 25 évesen persze többnyire budisztam a hétvégén, amelynek eredményeként sok felé kellett autóznom. A helyek, ahová vezettem jobbára bárok és klubok voltak, tehát sokszor nagyon nagy távolságokat tettem meg kocsival. Hétvégi éjszaka volt, és éppen valamelyik főiskolai barátom partijáról hajtottam haza, amikor észrevettem, hogy fogytán a benzinem. Őszintén szólva nem tudtam eldönteni, hogy most vegyek-e benzint, vagy pedig várjak vele holnapig. De tudtam, hogy valószínűleg el fogom felejteni. Megálltam hát az egyik helybeli egy benzinkútnál az úton, aztán teletankoltam a kocsimat. Amíg fizettem, várva, hogy megteljen a kocsim, észrevettem, hogy a környéken relatíve nagy a csend. Ez furcsa volt. Amellett ez a benzinkút mindig nagyon népszerűnek volt mondható, lévén a sarkon volt, különösen hétvége éjszakákon. Amikor a kocsimat feltöltötték, beugrottam a sokba, hogy vegyek egy kis csemegét. Ekkor észrevettem a benzinkút alkalmazottját a pult mögött, éjtován integettem neki, aztán elvettem a csemegét, amit aztán a pulthoz vittem. De rögtön olyan érzetem támadt, hogy valami nincs rendben ezzel az eladóval nem úgy nézett ki, mint aki valóban itt dolgozik. mert hát ebben a városban a benzinkutas alkalmazottaknak egyenruhát kellett viselni. Ez a fiú pedig fekete kapucnis felsőt és valamilyen melegítő nadrágot viselt. Nem akarván kíváncsiskodni, és lévén túl ahhoz, hogy ezzel foglalkozza, mondtam neki, hogy csak valami rákcsálni valót szeretnék. Rendben, két dollár lesz. Besőítve az összöget. A pénztárcámba nyúltam, és átadtam neki kettő dollárt, amit zsebre vágott. Zavartan jó éjszakát kívántam kifelé menet, amikor váratlanul azt hallottam, hogy valaki üvölt, hogy segítség. Ekkor fordultam hátra az eladó felé, aki fegyvert fogott rám, és azt mondtam, ne törődjek vele. Habozás nélkül kiviharzottam a benzinkútra, visszaakasztottam a pumpát, és elhajtottam. Menet közben hívtam a rendőrséget, elmesélve nekik, mi történt, és melyik benzinkútnál jártam éppen mint kiderült a rendőrség már odajött, és sajnos az úgynevezett eladó, akit láttam már árkon bokron túljárt. Az aktuális eladó a szemét kukák mögött feküdt megkötözve. Őt hallottam segítségét kiáltani. Az egyik lábába belelőttek, és leütötték egy pumpába, ott hagyva eszméletlen állapotában. Ez megmagyarázta, miért fogta rám a másik férfi a fegybe. Isten tudja, mi történhetett volna, ha konfrontálódok vele vagy ott helyben hívom a rendőrséget. Bár néha nyavajás egy gyalak tudok lenni, most jól jött, hogy nem csináltam semmi ostobaságot. Néhány hét múlva egy pár kocsiját lopták el, miközben egy másik város másik benzinkútján próbáltak tankolni. Sosem kapták vissza, holott keresték. Én mindig nem vagyok biztos benne, hogy ugyanaz a fickó volt -e vagy sem. Egy böntény valahogy mindig nagyobbnak tűnik, ha át is éli az ember. A benzinkutat vagy egy jó hétre vagy többre is bezárták, mielőtt újra kinyitott volna. Hónapok teltek már el, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy a rendőrségnek sikerült elkapnia a tettest, vagy még most is szabad lábon van. A személyre írás, amit adtam róla, nem valami fényes, lévén rajta a fején a kapuszni, és már maszkot viselt. Ez azt mutatja, hogy még a legáltatlanabb helyek is lehetnek veszélyesek. Különösen éjszaka. Manapság megint hordok magamnál zsebkést. Valahányszor éjszaka kell mennem valahová. Minden esetőségre sem én, sem a családom nem több többé erre a benzinkút. Pusztán a történtek miatti félelemokán. Négy perc maradt már csak zárásig. Amíg bemegyek a mosdóba, elvégzem a dolgom, és kicsit nézegetem magam a tükörben. A egy már más élet volna. Ha nem lett volna olyan nagy szerencsém a zöld jelző útban visszafelé a következő szállításig, az valaki másra szállt volna. Ha olyan sok minden történt volna a nap folyamán, hogy nem lettem volna a púrnál éppen akkor, amikor egy kijött, akkor megspórolhattam volna magamnak a peketetéről éjszakáját. De hát még újabb négy percig nyitva tartottunk, én pedig kéznél voltam, hogy kiszállítsam a rendelést. A rendelés egy extra nagy pizza volt, enyhén ropogós sütve, benne annyi hús, amennyi csak a tészta elbírt. A doboz egészen megereszkedett talatta. Amikor terhemmel kifelé indultam az étteremből, hallottam, hogy a távolban kutyák vanyították. Biztos voltam benne, hogy kiszimatolták a csomagban lévő húst. Közel 45 percet vezettem. A környék gyakorlatilag kívül esett a mi szolgálati területünkön, egyetlen másik pizzázó sem volt a közelben, a pénz pedig elég volt a főnöknek ahhoz, hogy folytassuk. Minden egyes újabb húsfeltét további 2 dollárba került, a vövő pedig eleget rendelt ahhoz, hogy a következő szeletekre is újabb 2-3 hús kerüljön. Ám ők ezt biztosan nem akarták, ezért rendeltek egy olyasmit, ami már inkább volt lazanya, mint sem pizza. És még csak nem is rendeltek többletet a sajtból és szószból, amelyek kiegészítik a rengeteg húst. Ez bizony szokatlan rendelés volt, de a két év folyamán mióta itt dolgozom, ennél bizarabb dolgokat is láttam. Általánosságban egyszerű vidéknek tudnám leírni a környéket. Ám ahogy rátértem egy útra, amely egy kisebb házcsoporthoz vezetett, már egészen más jelzők jutottak eszembe arról, ami körülve. Sokkal kevésbé volt ez szomszédság, sokkal inkább olyan házcsoportosulások, amelyek lakói mintha megegyeztek volna, hogy minél távolabb kerüljenek a nagyobb populációtól. Kezdetlegesség már az útmenti világítás hiányában megmutatkozott. Arra kényszerültem, hogy lassan vezessek, a nagy lámpáimat felkapcsolva minden egyéb kiegészítő világítás nélkül, ami eligazított volna az éjszaka sötétjében. Ennek talán a külváros közelsége mondott ellent. Tíz mérfölddel odébb a házak megint lakóvezetre hasonlítottak, nem pedig a falvak mélyébe épített kis birtokokra, ahol az utcai fények és a jelzések ritkák és távol vannak egymástól. Olyan formán nézett ki, mintha egyes házakat kiszakítottak volna a kővárosi környezetből, és valahol egy azon kívül eső helyen helyezték volna el. A GPS-emnek nem jelentett problémát megtalálni a helyet, amely a fent említett elméletet látszott alátámasztani. Nem voltam ismerős területen, de amilyen könnyedén megtalálta az alkalmazás, már is a modernebb kategorizálás alá vetettem. Odaálltam a vevőházához, amely nem sokban különbözött a többi útmenti háztól. Szó szerint csupán egy utca volt ott négy házzal mindkét oldalán. Az utca végtelennek látszott a házak között és a nagy messzeségben láttam valamit, amit utcalámpának véltem. Tőlem telhetően körülnéztem a sötétségben. Semmit sem láttam, ami arra utalt volna, hogy itt hamarosan több ház is fog épülni. De telkeket, konstrukciós gépeket és járműveket sem láttam. Az egész terület nyolc házból állt, ennyi volt az egész. Semmi más. Ott a kocsimat, a pizzát felkapva a hátsó üléstől. Ahogy ezt megtettem, Közvetett járdást láttam a ház felé tartani, amely annyira átlagosan külvárosi volt, hogy már teljesen jelentéktelennek lehetett nevezni. Amint valami zajt hallottam, megfordultam, és egy nőt pillantottam meg, amint éppen kirontott az utca túloldalán lévő egyik házból, fehér pólóban, összefröcskölve valamivel, és egy bugyiban, mást nem is viselt. Koordinálatlanul és pánikban rohant, és most már úgy láttam, hogy amivel a pólója össze van fröcskölve, az vér. Nem úgy tűnt, mintha észrevett volna engem, mintha az életéért menekült volna bárki elől, aki állítólagosan megtámadta őt a házon belül. Ha engem talán nem is látott, látta viszont az autómat. Járó motorral hagytam ott, ahogy normális körülmények között szoktam, és mielőtt egyetlen mukkot is szólhattam volna neki, beugrott az autómba, és eltüzelt, ott hagyva engem, a háznyitva nyitva hagyott ajtaja előtt, ami váratlanul és hangosan becsapódott senki sem jött ki a lány után, és senki sem jött el a szomszéd házakból sem, hogy megnézze, mi folyik itt. A telefonom a kocsiban maradt, tehát még a főnökömet sem tudtam értesíteni arról, hogy mi történt velem. Sőt, a rendőrséget sem tudtam értesíteni arról, hogy mit láttam. Nem tudtam egyebet tenni, mint befejezni a munkámat. Megfordultam, és a vevőháza felé indultam. Reméltem, hogy tudnak valamit ezekről a bizarr eseményekről, és talán még azt is megengedik, hogy használjam a telefonjukat bekopogtam az ajtón, ami néhány pillanat múlva kinyílt. Nem volt benne senki, és az egész szoba korom sötét volt. Az ajtó küszöbén kívül semmit sem láttam, a bár valakinek a jelenlétét még így is éreztem. Ha valaki láthatatlanul kinyitotta nekem az ajtót, az azt jelenti, hogy az illető néz engem. Figyel, elemez. Még mindig reszketve az incidenstől, amelynek szemtanúja voltam, elkezdtem beszámolót tartani. Bemutatkoztam közölvén, hogy én vagyok a pizzafutár, bár az egyenruhám és a doboz ezt eléggé egyértelművé tette. Nem kaptam azonnali választ, a pizzasúlya pedig már kezdte húzni a karomat. Nem akarok túlozni annak tekintetében, hogy milyen volt a hús tiszta súlya a gyenge felszínen, de a terhelés kezdett elviselhetetlenné válni. Nem akarok panasszal élni a vevők húsfogyasztásának ellenében, de mivel nem fizettek online, a teljes összeget mondtam befizetésképpen, és neki támaszkodtam az ajtóférfának, miközben egész testemet a házon kívül igyekeztem tartani. A természetes sötétség nem probléma, bár tud félelmetes és veszélyes lenni, de a benti sötétség több volt ennél. Néhány perc múlva, miután nem kaptam továbbra sem választ, és a körülmények miatt nyugtalanságom nőni kezdett, majd bejelentettem, hogy a pizzával együtt távozom. Nem tudtam, hogyan fogom ezt megtenni ezzel a teherrel a karomban, meg a gyomromban de nem akarom az éjszaka végén elveszíteni az autómat és az állásomat is. Megfordultam, ám egy suttogás szinte odafagyasztott a helyemre, amely suttogás a ház belsejéből jött. Mégis úgy hangzott, mintha csupán néhány centire lett volna a fülentől. A halhatatlan sötétség azonban most sem mutatott semmit. Nem értettem tisztán a suttogást, ezért azt kérdeztem. Micsoda? Hallottam, hogy milyen szánalmasan cseng a hangom. A fizettség az alattad lévő szikla mögött van. Vedd el és ide a húst. Letekintve valóban megláttam a követ, egyike volt azoknak az üreges aljú dekoratív köveknek, amelyeket sok ember használ arra, hogy például alatta rejtse el a kulcsot. Letérdeltem és a pizza küszködve küzdködve félretoltam a szikladarabot, amely alatt egy több száz dolláros számla volt. Ö, nekem csak egy kell ebből, de egyébként sem tudom felváltani. Csupán néhány dollár van nálam. Ez volt az igazság. Nem emlékszem, hogy dolgoztam, -e vagy sem, amikor legutóbb 15 dollár készpénz volt nálam. Nincs esetleg kisebb pénz önnél? Vedd el az egészet a magad bajára, és a maga Azt hihetnétek, hogy a sötétből hangzó suttogást rossz indulatú vagy ijesztő volt, pedig nem így van. Pusztán éhesnek tűnt, de nem malíciózusan falánknak. Öregnek tűnt, de nem olyan régi módian gonosznak. Melankórikusnak is tűnt, de nem olyan síri hang volt. Inkább valahogyan megnyugtató, mint amikor valamelyik nagyszülőt aludni csalogat. Nem éreztem magam fenyegetetnek, noha a körülmények miatt szégyenkezés nélkül érezhettem volna így. Elvettem a pénzt és köszönetet mondtam neki. Őszintén szólva azt sem tudtam biztosan, hogy férfi vagy nő. Aztán benyújtottam a pizzát a sötétségbe, arra számítva, hogy majd két eszket egy öreg kéz kinyúl érte és elveszi. Meggyőződtem róla, hogy sziládon tartom a dobozt, nehogy az esetleges időszemély ügyetlenül fogja meg, és elejtse azt. Ám a pizzájét nem nyújt kéz, hanem valami láthatatlan erő ragadta ki gyengéden a kezembe a pizzát. Aztán azt kellett látnom, hogy a pizza belibeg valahová a sötétségbe, majd eltűnik. Még egyszer mondom, a hang nem lett volna olyan megnyugtató, valószínűleg sikoltozva ugrottam volna fel. Még egyszer köszönetet mondtam a webőnek, és nem akarván tovább maradni, mint ameddig szívesen látnak, átot fordítottam, és a tornác felé vettem az irányt. Hanem aztán eszembe villant a helyzetem, és elszomorodva visszafordultam. Lenne esetleg önnek egy telefonja, amit használhatnék? Egy lány innen az utcából ellopta a kocsimat és elhajtott vele, és egy örökké valóságig fog tartani, amíg visszatérek a városba. Egyenesen az épületre bámultam, amíg előadtam a kérésemet, nem akarván hinzultálni a tulajdonost azzal, hogy bebámulok a házába, a sötétségbe. A ház tulajdonos egy darabig nem válaszolt, és bár továbbra sem lehetett látni a sötétségben, valahogy mégis úgy éreztem, mint a fontolóra venni a kérésemet. Ó, arra a nőre gondolsz, aki az én kedves szomszédom vendége volt? Mi itt ezen a környéken nem nagyon szoktunk beleegyeledni a mások magánügyeibe. De mivel feltételezem, hogy egyszerűen haza akar utazni, és nem akarsz beleavatkozni a mások magánügyeibe, tudok rajtad egy járművel segíteni. De meg kell ígérned, hogy nem fogsz segíteni a tolvajnak azzal, hogy szükségtelenül kifigyeled az utca túloldalán lévő szomszédot. Ha még mindig abban a helyzetben van, hogy ebből a segítséget kell kérnie, egyszerűen ülj be a kocsiba és hajtsa el. Megígéred ezt nekem? Nem tudtam elképzelni, hogyan tudna nekem segíteni ez a hatalmas, láthatatlan entitás, de azt sem, hogyan tud ilyen világosan és józanul beszélni úgy, hogy közben láthatatlan. Azt pláne nem tudtam elképzelni, hogy került be a pizza az otthonába de önmagamat sem tartottam hülyének. Tudtam, hogy valami rossz dolog történt ott az utca másik oldalán, és a webő a saját magánszféráját is védi a másik éjáltal. A nő nagyon látszott, Rémült annál, hogy csak úgy egyszerűen ellopjon egy autót, ahelyett, hogy a szokásos módon segítséget kérjen. A lelki ismeretem nem engedte volna, hogy betartsam a webön feltételeit, de azért beleegyeztem, azt tervezve, hogy egyszer segítek neki. Jó, a suttogó nagyon elégedett, megtűnt. Azt gondolta, hogy teljes szívvel belementem a dologba. Nem tudtam, mire számítsak, de akkor egy kéz bukkant ki a sötétségből, ez volt, amire egyáltalán nem számítottam. Négy kesztyúj bukkant elő a sötétből, az, amelyik a kisúj lett volna üresen lógott. A négy új az utca felé mutatott, aztán egy pillanatnyi szünet után belezáródtak a tenyérbe. Volt-e ott hüvelykúj, vagy sem? A kéz ökölbe szorult. Nem voltak ott se vibrációk se effektusok, se kisugázások. Aztán a kézújai újból kinyúltak az utca felé, majd visszatért a sötétségbe. Ő meg fogja találni a járgányodat lefelé az úton. Bár egy kis időbe fog találni, még át tudsz menni hozzá. Tartsad be az egyességünket, és menj haza. A megmagyarázhatatlan demonstráció ellenére úgy éreztem, a bebőm nem tett meg mindent azért a nőjét, vagy az autó autómért, aki állotta. Fél köszönetet mondtam, de amikor indulni akartam, a kéz újra előbukkant, ezúttal egy kötek száz dolláros tartva. Még egyszer. A maga ért. Elfogadtam a pénzt, és a többi olyan ennyire, hogy egészen kidudorodott a zsebem tőle. Arra gondoltam, hogy esetleg egy szizáshoz felhasználhatom. Még egyszer köszönetet mondtam a háztulajdonosnak, majd elhagytam az ingatlant. Csupán egy röpke vetettem a másik oldalon lévő házra, ahonnan az a lány elmenekült semmi leleplező nem látszott a ház kölsején, de valahogy nagyon taszító atmoszféra lengte körül. Mentem tovább elhagyva azokat a bizarrul elkülönült házakat az utcában. Kívülről mindegyik normálisnak látszott, és mégis valamennyit körül lengte valami baljós, gyászos, kísérteti és légkör. Az utam az utcán keresztül vagy egy óra hosszabb tartott, amikor megtaláltam az autómat. Ott parkolt az úton, az eleje egy apró árokban nyugodott. A lámpák égtek, mintha csak vezetés közben állt volna meg. Óvatosan megközelítettem a vezetői oldalt, aggódva, nehogy valami szörnyű állapotban találjam ott ezt a nőt. De egek. Úgy találtam. Amit az első ülésen láttam, iszonyatos volt. Az évek során végignézett horrorfilm maratonok során sem láttam ilyen borzalmat. Amikor az első rémületem elmúlt, és egy kicsi összeszedtem magam, átgondoltam, mi történhetett. Az autón sérülésnek semmi nyomát nem lehetett látni, a motor pedig még mindig járt. A tankban rengeteg volt a benzin. Semmiféle fény a kocsi működésében nem utalta arra, hogy az autó csak úgy egyszerűen meg fog állni. Amikor végül elfogadtam a helyzet valódiságát, tudtam, hogy nem fogom jelenteni az esetet, vagy bármi megtörténhet éjszaka a rendőrségen. A főnökömnek ugyancsak nem mondhatom el. Amilyen óvatosan csak tudtam, kihúztam a lánytestét az autóból és az egyik útmenti árokba helyeztem. Nem volt nála személyi igazolvány, a tekintettel a fizikai állapotára meg sem próbálom leírni az arcát. Ahogy visszaültem az autóba, eszembe jutott a hatalmas mennyiségű készpénz a zsebemben. Ez megakadályozta, hogy becsukjam az ajtót. Kivettem, és egy százast a zsebemben hagytam. A többit pedig a fülhallgatomba csavartam, amit a kesztyű tartomban találtam, és kidobtam az útra. Nem voltam képes tovább elviselni ezt a pénzt nem kell engem megfizetni, hogy csak egy titkot. Annak a nőnek az állapotának látványa úgyis eléggé bátor Valami természet felett térőn keresztül, az a négy új mérföldeken át elérte a nőt, és szétverte a fejét. Nevezzetek gyávának, vagy akár cinkostásnak egy gyilkosságban. De én ugyan meg nem kockáztatom, hogy ugyanezt történjen velem, ha mindent kipakolok a rendőrségnek. Nem adtam meg most sem semmi konkrétumot arról az utcáról, sem a házakról, amelyeket ezek az önkéntes száműzöttek emeltek. És nem is fogok. Tovább hajtottam, sorsára hagyva a nő maradványait. És a pénzt. Amikor visszaértem az étterembe, meghosszabbodott távolmaradásom a GPS problémával magyaráztam, a 100 dollárost pedig főnökömnek adtam. Tudom, mindenkinek van egy bizarr COVID-története, mert ez a dolog mindent felforgatott de azt hiszem az enyém olyan, amit el kellene mesélnem. Vannak ennél furcsábbak és ijesztőbbek, de a legfurcsább mégis ez a pizzaki szállítós, amely szerintem személyt évesztésen alapul. Tudom, hogy az általmatlanul hangzik, mégis mindennél veszélyesebb volt, amivel valaha foglalkoztam. Kb. a világjárvány közepén járhattunk, és két szobatársam is elvesztette az állását a folytonos zárlatok miatt. Az állást megtartani nem könnyű, ha nem vagy egy nélkülözhetetlen dolgozó, és ezt jelentette az én állásom a kórházban, amely az egyetlen volt, ami mindannyiunkat a felszínen tartott. Én lévén az egyetlen, aki még mindig pénzt keresett, úgy éreztem, hogy az egész világ ellenem fordult, hiszen nekem kellett a számlákat fizetnem, és a két stárc közül, akikkel együtt laktam, egyik sem tudott főzni, még ha az életük múlt is rajta. Ezért is fanyadottunk végül a pizzára. Greg azt indítványozta, hogy rendeljünk, és mivel én hosszú műszakokban dolgozom, és sok időt takarítok meg, amit tanulásra és alvásra fordíthatok, beleegyeztem. Szerencsétlenségünkre a legközelebbi kiszállítóhely egy órányira volt tőlünk, ami azt jelentette, hogy ha bárhonnan akarunk ételt, kicsi az esély, hogy azt melegen kapjuk meg. Andy a másik srác azt mondta, hogy azért mindenképpen meg kellene próbálnunk mert bármi is jobb, mint az én főztem. Ezzel nem tudtam vitába szállni. Így hát rendeltünk és kértük, hogy az étel legyen lepecsételve, amíg meg nem érkezik. Így hát rendeltünk salátát, némi kenyérudat és egy óriás pizzát, semmi többet. Azután várnunk kellett. Hogy őszinte legyek, észrevettem, hogy mindig tovább tart kihozni az ételt, ha éhes vagy, és ez alól nincs kivétel. Csak valamit enni akartam, és úgy éreztem, hogy minden perc tovább tart mint az előző. Amikor a futár megérkezett, még csak meg sem köszöntem, annyira az evést a koncentráltam. Másra sem vártam, hogy már rákhassak. Így hát, amikor megérkezett, kifizettem, átvettem, és már is siettem vissza a többiekhez. Aztán kinyitottam a táskát, és ekkor jöttem rá, hogy ez bizony nem a mi ételünk, sőt, senki ételének nem tűnt, hanem mintha egy állattestészei lettek volna amikor pedig megszagoltam, földhöz vágtam a szatyrot, és felüvöltöttem az undortól. Greg nevetett, Andy viszont meglehetősen mérges volt. Visszahívta a futát, aki éppen menni készült. Ez a fickó meglehetősen magas, és izmos volt, és ahogy Andy átkozta őt, tudtam, hogy bajban vagyunk. Felállt, és igencsak csúnyán nézett ránk, mintha darabokra akarna szaggatni. Én pedig mondtam Andynek, hogy jöjjön be. A futár dörömbölni kezdett az ajtón, Éppen amikor Andy bejött. Mire gondolsz? kérdeztem. A futár csak dörömbölt az ajtón, és nem úgy tűnt, hogy egyhamar távozni akarna. Honnan tudhattam volna, hogy ez egy valóságos hát? kérdezte Andy idegesen. Hívjuk a rendőrséget, mondtam Gregnek. Hívte? Ez a fickó valószínűleg egy pszichopata? felelte. Hívtam is, még váratlan vendégünk még nagyobb lármát csapott. Az operátornak fel kellett tenni a szokásos kérdéseket milyen természetű sürgősségi esetem van, stb. És szenvede valaki a háztartásunkban, Covid-ban. Magam sem tudom miért, de azt feleltem, hogy igen. Talán mert megijedtem a nagy darab fickótól, és nem lehettem biztos benne, hogy mi lesz, ha még jobban feldőhödik a következő pillanatban. Uram, vannak egységeink, amelyeket kiküldünk, de mivel ön feltőzött, időbe telik, amíg egységet találunk. Tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy a zsaruk félnek, hogy meg fognak feltőződni, hogy minket hátrébb helyezzenek a maguk jóléténél. Igyekeztem nem pánikba esni, miközben a futár már kezdett dolgokat összetörni a lakhelyünkön. Azt mondtam, köszönöm, majd az ajtóhoz mentem, ahol a futár már csak üldögélt a legfelső lépcsőn. Gondoltam, ránk várt. Hátulról láttam csak, és rádöbbentem, hogy nem fog egy hamar elmenni innen. Mit akart tőlünk? kérdeztem bátran. Felállt és az ajtóhoz vágta az öklét, ami keresztül is ment a falnyagon. Fa Endi Andy üvöltött, Greg pedig nevetett gondolom ideges lehetett, mert azért nem hiszem, hogy ezt valamiféle tréfának vette volna. Gyerünk, fogjuk a pénzünket, minden pénzünket. Kiáltottam, aztán sietve kiadtam a pénztárcámat a lyukon a futárnak. Felvette majd némi fenyegető dörmögés után a kocsijához rohant vele. Fel kell jelentenünk ezt a seggfejét, mondta Andy, és új a hangja, mint aki mindjárt összecsinálja magát. Azt feleltem, hogy nem, mert nem akarom, hogy a fickó visszajöjjön, és bármilyen kárt tegyen bennünk. Később este aztán Greg csak ugyan feljelentette a futát, de aztán mondott valami olyasmit, amitől rosszul lettem, és csodálkoztam, hogy mi a pokolnak foglalkozunk mi ezzel. A pizzázóból azt felelték, hogy ők nem is költek hozzánk futát, mert annyira be vannak táblázva. Ami azt jelenti, hogy aki így járt állunk azzal a dögdött állattal, annak egyáltalán nem kellett volna itt lennie. Honnan jöhetett ez a futár? Néhány éjszakán át mindannyian ezen gondolkodtunk. Nem akartam bevallani, hogy ezek után féltem onnan rendelni. Tehát elhatároztam, hogy legközelebb egy másik ételszállítótól rendelünk. Greg azt mondta, hogy beszáll a költségekbe, így egy kicsit megjött a kedvem, és rendeltem két nagy pepperoni pizzát. A szállító azt ígérte, hogy 30 percen belül itt lesznek. 20 percbe telt csak, és ahogy kinyitottam az ajtót, azonnal megismertem a futát. Visszajött. Ez szinte lehetetlen, de csak átott és bámult hármunkra, mintha mi lennénk a következő áldozatai. Aztán előhúzta a táskáját, és megláttuk, hogy fegyver van nála. Ránk parancsolt, hogy menjünk be, és adjuk neki oda azonnal a telefonjainkat. Andy habozott, mire a támadó lábon lőtte, miközben a földre zuhant, és sietve eleget tettem a pszichopata kívánságainak. Miközben bement az apartmanunkba, és turkálni kezdett a holmin között, mi három pedig úgy éreztük, most fogunk meghalni. Könyörögtem a támadónak, hogy legalább hadd lássuk el Andy lábát. A nagy darab ember igent mormogott, miközben megrövette a holminkat, szórakozottan lengetve a fegyvert, miközben összeszedett minden értékesebbet, amit csak talált. Miközben bekötöztem Andy lábát, Greg lehajolt hozzánk, és odasúgta, hogy megpróbál ráugrani a fickóra. Én úgy véltem, hogy ez borzalmas ötlet, de ha már egyszer a fejébe vette, nem tudtuk volna megállítani. Greg megválta, még a támadó hátat fordít neki, aztán ráugrott, mindkét karját a férfi a köré fomba. Megfordulva ráestek a televízióra, én pedig a fegyverét ugrottam. Fegyverrel a kezemben sikerült bátran távozásra bírni a támadót. Az autójához rohant, és én tudtam, hogy itt a vége. Aztán hallottuk, hogy beindul egy autómotor, és hogy valószínűleg a házunknak akar hajtani az autójával mindannyian elrohantunk az útból, elrejtőztünk a hálószobában, még a jármű betölte az első ablakunkat. Felkapta a táskát a lopott holmival, és elhajtott. Kihívtam a mentőket Andyhez, miután átrohantam a szomszédhoz, aki hallotta a csattanást. A kórház felé tartva felhívtuk a rendőrséget, jegyzéket készítve a lopott homingról. Ahogy mindent fellistáztunk, hétalán feltűnt nekem, hogy Gregtől semmit sem lopott el. És akkor merült fel bennem valami, amitől szinte rosszul lettem. Greg reakciója az egészre. Tudta, hogy a támadónk nem fogja bántani őt. Szembesítettem őt a gyanommal. Te ismerted ezt a pasast? Soha sem rendeltél ételt. Azt akartad, hogy sem minket. Csak azt nem értem, hogy miért. Kiabáltam frusztráltan. Andy valószínűleg mozgássérült lesz az ő pszichopata barátja miatt. Greg nem is tagadott semmit. Ez egy biztonsági rendszer lett volna. Jól fizető szerződést kötöttem velük a bérleti biztosítást, de tudtam, hogy csak akkor fog működni, ha ti nem tudtok erről. Nem gondoltam, hogy ennyire messze fog menni. Kicsúsztak a dolgok a kezéből. Fel voltam háborodva a viselkedésétől, és még aznap feljelentettem őt a szállásadónknál. Endi és én találtunk egy másik lakótársat, és foggal körömmel igyekeztünk átvészelni a pandémiát. Nem tudom, hogy Greg és a barátja hol vannak most, de nem is akarom tudni. Néhány nyárral ezelőtt komoly autós problémáim voltak. Ekkoriban más egyéb szabad dolgokon is keresztül mentem. A barátommal szakítottunk. A megtakarításaim elfogytak. Belekeveredtem néhány drámai ügybe a munkahelyemen, és ezeknek a zavaros időknek a kellős közepén az autóm át hülyéskedni. Reszketett minden indításnál, és a kimerültség felhői teregette. A műszerfal kódokat dobott ki, és a motor ellenőrizte. Az autómnál most teljesen beigazolódni látszott, hogy ami el tud romlani, az el is romlik. Az a helyzet, hogy semmit sem tudok az autókról. Most mondhatnád, hogy persze, mert lány vagyok, de azt hiszem, ha pasas lennék, akkor ugyanígy nem tudnék semmit sem. Nem is igazán foglalkozom az autókkal, nem helyezek súlyt arra, hogy értsek hozzájuk több mint boldog vagyok, ha valakit meg tudok fizetni, hogy csinálja meg. Különösen így volt ez, amikor újonnan voltam egymagam, nagyon kevés rendelkezést álló jövedelmem volt. Tehát amikor az autó elkezdett csattogni és zörögni, és rögtön megizzasztott. Nagyon fontos kérdés volt, hogy ne maradjak autó nélkül, mert újat nem engedhettem meg magamnak. Egyik barátom tett nekem egy ajánlatot, hogy keressek egy helybeli szerelőt online. Ez csupán egyszerű diagnosztika volt. Keressük meg a problémát és próbáljunk egy megvalósítható megoldást kidolgozni, annak függvényében is, hogy ez mennyibe fog kerülni. A barátomnak csak nem nemrégiben sikerült egy efféle munkát elvégeztetnie. Belefutott egy, a munkáját reklámozó fickóba a Facebookot, és nemcsak hogy mindent rendesen meg helyrehozott a maga kocsijával, de még az ára is teljesen átláthatóak voltak de legalább három hétig nem tudott segíteni nekem, vagy talán még tovább. Az autóm egyre rosszabb és rosszabb lett. Valahányszor elindítottam. Nekiálltam keresni valaki mást online. Az úgynevezett kreglistával kezdtem, de hamar rájöttem, hogy nem tetszik ennek anonimitása. Feldobtam egy posztot, és vagy tucatnyi válasz érkezett rá, Egyetlen napon belül. De egyikük sem igazán az autón megjavításával akart foglalkozni. Többnyire leginkább kéretlen fotókat és ajánlatokat küldtek randikra és más egyéb bizarr dolog ügyében. 24 órán belül töröltem ezt a posztot, és átmerészkedtem a Facebook Marketplace-re. Ez sokkal biztonságosabbnak látszott. Az emberek látták a posztomat. Látták, hogy mit keresek. És akik válaszoltak, azoknak a neve és az arca is látszott. Az emberek felét, akiknek kommenteltem, ismertem valahonnan a városból. Azt írták nekem, hogy rajta tartják majd a szemüket, hogy egy elfogadható áron dolgozó szerelőt találjanak nekem. Azon a héten pénteken üzenetet kaptam egy Simon nevű pasastól. Ez a Simon meglehetősen becsületesnek látszott. Profilja néhány éves volt. Nem tartalmazott sem szexuális tartalmat, sem politikai propagandát. Normálisnak látszott, és a fiókja arra utalt, hogy jó pár éve tapasztalata van a szerelői munkaterén. Egy csomó fotóról, amint garázsokban, autókon dolgozik. Kertész munkás a boltban, és más effélék. Simon tetőtől talpig becsületesnek látszott, és abban a helyzetben, amelyben voltam, úgy tűnt, hogy ő az, akit igazán keresek. Magánüzeneteken keresztül megtudtam, hogy Simon magánvállalkozást épített ki, önmagának dolgozik a város legnagyobb márka kereskedésének dolgozott először, az több voltnak. Teljes mértékben biztosított és leigazolt. Ez zene volt füleimnek. Simon azt mondta, hogy van itt egy munka, amit be kellene fejeznie, aztán pedig én leszek a soron a következő. Telefonszámot cseréltünk, aztán nekiálltam pénzt gyűjteni. Aggódtam, bár a dolgok végre rendeződni látszottak. Nem igazán tudtam, mire számíthatok költségek szempontjából, de tudtam, hogy ez a legjobb opció, és az, amit leginkább meg tudok engedni magamnak. Hadd tegyem félre az aggodalmaimat, és hadd koncentráljak arra, amit magam is tudok irányítani, mint például a hangulatomat, vagy azt, hogy milyen vagyok munka közben. Összekapoltam egy kis extra készpénzt, volt néhány jó éjszakám, relaxáltam. A dolgok nagyon jól mentek. Aztán telefont kaptam, a váltnál egy nappal korábban. Simon a rendelkezésemre állt. Befejezte az előző kuncsafnál való munkáját. A szerelés könnyebb volt, mint ahogy először megállapította, és az autó visszakerült az útrá. Újabb zenefüleimnek. Minden gondom egyszerűen elszállt, mint egy igazi balektnak, amikor meglátsz valamit írásban, vagy ami még jobb, láthatod a munkát a saját szemeddel. Ne szakíts ki senkit a saját világából. Így működik az egész marketplace weboldal, És így képes komoly fejfájást okozni az embernek. Információkat cseréltünk. Elmondtam neki mindent, amit tudtam a kocsimról. Normál, hagyományos dolgok, mint például a kocsim gyártásának éve, vagy a kocsival történt dolgok ismérvei. mérvei. Megadta a garázs címét, és az időt, amikor oda kellene érnem. Minden nagyon professzionálisnak látszott ezzel, a csak úgy online lehet fickóval kapcsolatban, szóval még inkább el voltam ragadtatva attól, hogy most aztán megjavítják a kocsimat, és végre túl leszek mindenen. Megköszöntem Simonnak a rám szánt idejét, és mondtam neki, hogy majd holnap találkozunk. A cím, amit megadott nekem, fél órányira volt tőlem, a városnak egy olyan útvonalán, ahol nem voltam éppenséggel szuperismerős. Azt mondta, délelőtt tízre legyek ott. Nem akartam elkésni, ezért azt terveztem, hogy kilenckor fogok elindulni. Ez pedig sohasem történt meg, noha arra ébredtem reggel ötkor, hogy zömmog a telefonom. Simon volt az. Azt mondta, hogy az egész napi rendje felborult, mert volt egy előjegyzés később azon a napon, amelyről elfeledkezett. Nem akart engem úgymond a levegőben lógva hagyni, ezért kérdezi, hogy nem tudnám elvinni a kocsimat hozzá most, hogy legalább meg tudja nézni. Aznap nem dolgoztam, már is úgy is ébren voltam, amellett szükségem volt arra, hogy végre történjen már valami, ezért azt feleltem neki, hogy ott leszek, amilyen gyorsan csak tudok. Ő szuper izgatottnak tűnt. Elbúcsúzott tőlem, én pedig indulni készültem. Lezuhanyoztam, magamra rángattam valami ruhát, és legyűltem egy mikróban melegített reggelit, majd nekivágtam az útnak. Azt hiszem, talán még a nap sem kelt fel. Egészen addig mentem, amíg már nem ismertem az utakat. És amíg keresztül nem mentem az utolsó stop Ekkor döbbentem rá, hogy még csak a környékén sem vagyok. Voltak még errefelé házak, de leginkább nagy, üres telkek közöttük rengeteg fővel, de még a körülöttem egyre apadó civilizációval sem gondoltam meg kétszer a dolgokat. Aztán egy bizonyos ponton előkaptam a telefonomat, hogy ellenőrizzem az üzeneteimet, és lecseréljem a csengő hangomat. Ekkor fedeztem fel egy bejövő hívást simon amit azonnal fogadtam. A fülemhez helyeztem a telefont, és neki készültem, hogy azt mondjam. Hello, amikor meghallottam, hogy Simon valaki máshoz beszél, nagyon bizarrul hangzott. Az ő hangja volt az, de egészen más modorban beszélt, mint korábban. Nem professzionális, de nem is az utcaemberes stílus volt ez, ha értitek, mire gondolok. Nem sokára itt lesz, magyarázta valakinek. Ez még bizarrabbul hangzott. Psst, psz, őt hívom. Erre mindketten csendben maradtak. Hello? Jody? Kérdezte Simon, visszatérve a normális madarához. Igen, minden oké? Okay? kérdeztem. Igen, csak meg akartam róla győződni, hogy nincs semmi problémád a hely megtalálásával. Egy kicsit kívülre esik felelte. Ne hogy kb. 15 percen belül ott leszek. Van veled ma egy másik szerelő is. Na, nem, miért? Csak mert hallottam, hogy beszélsz valakivel, amikor először felvettem a telefont. Magyaráztam. Az, az, a rádió lehetett, vagy ilyesmi, felelte. Mennyire van messze? Kérdeztem. Nézd, a cím, amit adtam neked, az csak az autóút volt. Fél mérföldet kell vezetned, hogy visszatérj a bolthoz, magyarázta. Eztem egy kicsit ideges lenni. Nem említette, hogy a semmi közepén lenne, vagy pedig, hogy nem a főúton kell vezetnem. Az autómmal pedig már problémák voltak, döcögött a vidéki úton, és ami még rosszabbá tette a dolgot, még mindig messze voltam. Még mindig reménykedtem, hogy Simon lesz az én emberem, aki átsegít ezen az egészen, és megjavítja az autómat. Hallhatta az aggodalmaskodást a hangomban. Ahogy ellenőriztük a motort, hogy áttengede mindent, teljesen feldobott. Visszal, mondtam és letettem a telefont. Rajta kaptam, hogy hazudik egy olyan képességem folytán, amelyet a nyári szakításom során szereztem. Ő be egyenesen belesétált, nem tudom miért, és hogy ki lehetett vele, akiről nem akarta, hogy tudja. Befordultam egy nagy poros, kitérő útra az út mellett. Ez egy kis földút volt, amely bele kígyózott az erdőbe. A gyomrok azonnal összeszorult. A napnál világosabb volt, hogy ez nem olyan út, amelyen valamilyen lakáshoz vagy üzlethez vezetne. Itt Maximum camping lehet, semmi esetre sem nagy házak. Átgurultam az autómmal a földúton, aztán vagy öt percet bukdácsoltam, aztán egy stop táblához értem. A felkerülő nap fényében is látszott, hogy semmi nincs itt. Semmi világítás bizonyos távolságon belül. Sem raktárházak, sem boltok, semmi. Felkaptam a telefonomat és hívtam Simon-t. Hello?" mondta. -e. Hé, hey, nem látok semmit errefelé. Egyáltalán semmit. Mit mondtál, mennyire van messze?" Kérdeztem tudva, hogy azt mondta, fél mérföldnyire van a főúttal. Ó, hát fél mérföld. Azon már túljutottam. Már jó pár perce vezetek. Szakítottam félbe. Ó, akkor már majdnem ott vagy. Maximum esetleg két mérföld lehet, de annál semmiképpen nem több. Magyarázta. A gyomrom görcsbe rándult. A dolgok kezdtek nagyon furcsán alakulni, én pedig kezdtem magamat bolondnak érezni itt az erdőben hajnali ötkor. Hihetetlen, de tovább feszítettem a hult. Beleléptem a gázpedálba, és tovább vittem az autómat ezen az átkozott úton, és ahogy tovább hajtottam, felvillant a telefonom. Simon hívott megint. Fogadtam a hívást, miközben lassan hajtottam. Én már látom a lámpáidat, kiáltotta. Egy pillanat töredékéig magabiztosnak éreztem magam. De aztán eszembe jutott az a hívó szó, amivel idehívott, és arra gondoltam, hogy ez a fickó valószínűleg egy dobott hang, mégpedig annak kiváló. Mindig ugyanazokat a pozitív dolgokat mondja, amelyeket várnak tőle. Én pedig innentől kezdve egyszerűen elfogadtam a szavait. Igen, gyere csak tovább a fákig, és már itt is vagy. Miért van a boltod így kint, Simon? Kérdeztem tőle. Ó, oh, tudod, itt nincs semmiféle bolt. Feleltem kimértan, fel akarvám mérni a reakcióját a ponton, azt figyelve mennyit fog hazudni. Ekkor valami váratlan dolgot cselekedett. Rám csapta a telefont. Hitetlenkedve néztem körül, aztán megdermedtem. Álnyak jelentek meg az autó lámpáim fényében. Lassan felnéztem, és legnagyobb rémületemre két hogy talán három embert pillantottam meg a magas fűben lappangani, miközben egyenesen felém tartottak. Felsikoltottam és benyomtam a zárógombot, ami némi megkönnyebbülést jelentett. De persze mielőbb el kellett tűnne minden. Pánikba estem, húzni próbáltam az időt. Megragadtam a váltógombot és hátra állítottam. Semmi nem történt. Amikor a gázra léptem, az autó előre felement. Nem jó, hátra kapcsoltam, és még mindig semmi. Visszaállítottam vezetésre. Még mindig semmi. A szemem kimerett rémületben, amikor rádöbbentem, hogy csapdába estem. Az autóm hibái miatt akár meg is ölhettek volna, olyan helyzetben voltam. Tovább játszottam a váltógombbal és a pedállal, de semmi nem működött. A motor járt, de az egyik mérőeszköz épp hogy csak forgott, minden más teljesen mozdulatlan volt. Minden csak azok a fantomok nem a szélvédőn. Most már világos volt, hogy hárman vannak, és szédítő sebességgel rohantak felé. Rémületemben epegőzölgött fel a torkomba. A látásomat könnyek homályosították el, de tudtam, hogy az autó az egyetlen reménységem. Addig játszottam a váltó amíg végül az kattant egyet. Az autó hátamenetben menetben állt, majd váratlanul gurulni kezdett hátrafelé, a sár minden mindenfelé. Nem bajlottam azzal, hogy a tükörben nézzek, csak hajtottam hátra olyan gyorsan, ahogy csak a kocsi vitt. Az autó a hepehupákon ide-oda dobált, de ez igazán nem volt nagy ára azzal szemben, amit ezek a fickók tervezhettek ellenem. Hé, hey, jöjjön vissza, meg akarjuk javítani az autóját. Hallottam valaki kiáltását a motorom felett. Ugyan, hiszen olyan közel van, kiabálta egy másik hang. Aztán semmi. Kiértem a főútra. Átállítottam a váltógombot, és neki lódultam a város felé. Szerencsére az autó most jobban működött, mint valaha bármikor. Mintha saját magát javította volna meg a főúton kívüli események során. Minden esetre köszönöm Istennek, hogy nem történt semmi olyasmi, ami történhetett volna ott az eltőben. Ez fel sem merült bennem, amíg a városba visszajutva nem próbáltam hívni a rendőrséget. Aztán megnéztem az üzeneteimet. Simon természetesen letiltott. Gondolom a telefonnal is ezt tette. Szerencsére minden egyéb incidást elkül hazajutottam. Szerettem volna visszafeküdni az ágyba, és egyfolytában aludni, de az incidás annyira felpörgetett, hogy a rendőrséget kellett inkább hívnom. Egy teljes jelentést vettek fel tőlem. Nem követtem nyomon az ügyet, de valahol a gyomromban van egy olyan érzetem, hogy megtalálták őt. A nyilvános foglalásokon tartom a szememet embereken, akiket különféle büntettek miatt fogtak el és megtaláltam simon a nevek között az egyik héten. Az utolnevek nem egyeztek azokkal, amelyeket korábban használt, de a teljes Facebook fiók csali volt. Legalábbis azt hiszem azért, hogy olyan lányokat, mint én, az erdőbe csaljon. Az a legrémisztőbb az egészben, hogy a fickó majdnem el is kapott engem. tavaly eltörött a laptopom, és igazán szükségem volt egy újra. Nekiáltam körülnézni online. A Best Buy-ra is felmentem, de aztán az az ötletem támad, hogy megnézem a Facebook Marketplace-en. Ez tűnt a legolcsóbb és a leggyorsabb opciónak. Nem akartam vadonatújat, továbbá nem akartam a kiszállításra sokat várni. Tehát körülnéztem az olyan emberek Marketplace oldalán, akik közel álltak hozzám. Szerencsére olyan helyen lakom, ahol jó néhány hasonló ember él. Sikerült találnom olyan laptopot, amilyet akartam, és találtam olyat is, amelynek reális ára volt. Nem is voltak túl messze tőlem. Felvettem a kapcsolatot az árusítóval, és megírtam neki, hogy szeretném megvásárolni a laptopot, amilyen gyorsan csak lehet. Az értékesítő rövid időn belül visszaért, mondván, hogy elmehetnék hozzá. Nem nagyon tetszett ez az ötlet. Bár vélhetően semmi rossz nem történhetett volna, és nyilván jó is lenne így, de nem igazán akartam elmenni egy random ember házába. Azt válaszoltam neki, hogy jobban szeretnék valami nyilvános helyen találkozni vele, a helybeli területen. A férfi azt kérdezte miért, én pedig megmondtam, hogy azért, mert nem szeretek csak úgy beállítani valakihez, akit nem ismerek. Egy kis messengeres beszélgetés után végül beleegyezett. Megadta a nevét az egyik helybeli étteremnek, hogy ott találkozzak vele, és hogy ő este kilenckor lesz ott. Beleegyeztem, és indultam, hogy magamhoz vegyek némi készpénzt. Nem voltam elragadtatva a gondolattól, hogy ez az ember este kilenckor akar velem találkozni, de elindultam. Az a hely egy kisebb és régebbi hely volt, és valahogy minden messze volt tőle. Nem volt található a közelében egyetlen más üzlet, bolt sem. A parkolóhely hátul volt. Leparkoltam, majd üzentem az értékesítőnek, hogy itt vagyok. Azt válaszolta, hogy menjek be. Ezután kiszálltam az autóból, és bementem az étterembe. A hely meglehetősen réginek látszott, és sokkal inkább tűnt bárnak, mint étteremnek. Leültem egy kis asztalhoz egy ugyancsak apró székre, és körülnéztem. Nem tudtam volna megmondani, hol van az a fickó. A profilképe a Facebookon nem őt ábrázolta, hanem egy sportegyesület lóbóját. Megint körülnéztem, nincs-e itt a laptoppa és üzentem neki, hogy én már itt vagyok, kérdezvén, hogy ő hol van. Eltelt jó néhány perc, de még mindig nem volt sehol, és nem is válaszolt egy szót sem. Aztán öt perc múlva egy üzenet érkezett tőle, hogy nagyon sajnálja, de nem fog menni a dolog. Igazán összezavarodtam, hiszen korábban üzen nekem, hogy menjek be, mintha csak oda bent lett volna. Most meg egyszerre közli, hogy nem fog menni? Frusztrált voltam, és úgy döntöttem, hogy távozom. Ezek után már meg sem akartam tőle venni a laptopot. Ez a fickó túl bizarr volt, és különben is biztos voltam benne, hogy tömegével vannak még megvásárolható jó laptopok. Nem fog problémát jelenteni az, hogy találjak egy másikat. Felkeltem tehát, és elhagytam a bát. A kocsim felé indultam, amely a bár mögötti parkolóban állt, és beszálltam, majd haza hazafelé. A bár kb. 15 percnyire volt a házamtól. Nagy volt a csend, amikor visszatértem az útra, ám ahogy elhagytam a bát, egy másik autó kanyarodott utánam. Először nem is gondoltam róla semmit sem. Csak hogy ahogy tovább haladtam, makacsul a sarkamban maradt. Miután többször befordultam, nem látszott a dolog puszta véletlen egybeesésnek. A másik kocsi vezetője határozottan követett engem. Már csak azért is, mert nagyon közel volt hozzám. Akár lassan haladtam, akár gyorsan, ő következetesen igazodott az én sebességemhez. Amikor már kevesebb mint öt percnyire voltam a lakásomtól, kezdtem igazán aggódni. Egyik felem viszont afcsugalta, hogy kizárt dolog, hogy ez a kocsi kövessen engem. Csupán paranoiás vagyok. Egy kis teherautó volt, amely követett engem, átlagos méretű, de a lámpáitól nem láttam, hogy kiül a volánnál. Végül befordultam a lakásomhoz. Egy elég nagy komplexomban laktam, amelyhez sok épület tartozott, meg egy hatalmas parkoló. Amikor behajtottam ide, a kis teherautó ugyanezt tette. Ez volt az én legnagyobb félelmem. Behajtottam a parkolóba, de nem álltam meg. Eljött inkább ide-oda mentem, majd elhagytam a parkolót a másik oldalon. A kis teherautó ment utánam. Ekkor már száz százalékig biztos voltam abban, hogy a teherautó követ. Az adrenalin szintem emelkedett, és az a kétségbe esett gondolatom támadt, vagy elhagyom a kocsit. Mégis, bár tudtam, jobb féktelenül vezetni. Elkezdtem befordulni random utcákba, random üzletek elé és éttermi parkolókhoz. Aztán találtam egy kiáratot a másik oldalon, és visszatértem az utcára. A napnál volt én már világosabb, hogy ők követnek engem, én pedig igyekszem lerázni őket. Aztán a műszerfalam fénye jelezni kezdett, miszerint hamarosan szükségem lesz benzinre. Most már csak ugyanaggódni kezdtem. Ezt az iramot sem fogom tudni sokáig tartani. A kis teherautó még mindig a sarkamban volt. Azt fogom tenni, amit eddig is tettem. És a kocsi talán még kibír 40 mérföldet. És akkor, ahogy befordultam, a kis teherautó a másik irányba ment. Nem tudtam elhinni, de végre vége volt. Gondoltam, feladhatta. Amint a teherautó odébb állt, elmentem tankolni, majd vissza a lakásomba. Egész idő alatt nagyon óvatos voltam, és nem láttam a kis teherautót a vezetés további részében. Amikor már otthon voltam, akkor gondoltam csak arra, hogy a kis teherautó vezetője valószínűleg a laptop értékesítője volt. Nem gondoltam erre, amikor követtek. Most azonban új értelmet nyert a dolog. Azt mondta nekem, hogy ő maga a bárban van, hogy rá tudjam venni arra, hogy bemenje. Újra ellenőriztem a listázást, és azt kellett látnom, hogy eltűnt. A felhasználó pedig bárki is volt őkelme, letiltott engem. Először aggódtam egy kicsit, hiszen elhaladtunk az apartbank komplexuma mellett. De azért reménykedtem, hogy úgy vélte, az első lehetett az enyém a házak közül, miközben random helyeken igyekeztem lerázni őt. Egyébként sem tudhatta, melyik épületben lakom, melyik egység az enyém. Szerencsére soha többé nem láttam őt. Ugyancsak nem használtam a Facebook Marketplace-t azóta az incidens óta. azon emberek egyike vagyok, akik mindig új telefont akarnak. Majdnem minden évben beújítok egyet. Ez a olyan személyes preferencia. Sokszor cseréltem le a régi telefonomat egy újra. De persze nem mindig ez a helyzet. Egyszer csak vettem egy új iPhone-t, de még mindig megvolt a régi, ezért elhatároztam, hogy eladom azt a Facebook Marketplace-en. A telefon még teljesen új állapotban volt, és arra gondoltam, valakinek biztosan kellene. Listáztam reális áron, és egy napon belül már is ajánlatot tett rá valaki. Eladtam neki, és a kifizetés után elküldtem a vevőnek, aki egy Eliott nevű férfi volt. Minden normálisnak látszott, és az is volt. Megkapta a telefont, és úgy gondoltam, hogy itt véget is ért a történet. Azonban egy héttel később ismerősnek jelölést kaptam a Facebookon Eliottól, a vevőmtől. Nem tudtam róla semmi egyebet azon kívül, hogy ő vette meg a telefonomat. Rákattintottam a profiljára, tudtam, hogy ugyanabban az államban élt, egy olyan városban, amely egy-két órányira van tőlem. A profilján nem láttam más információt, hiszen nem voltunk még ismerősök. Arra gondoltam, hogy biztosan valami bizarr különc, ezért elutasítottam a jelölést. Másnap küldött egy üzenetet, amelyben azt kérdezte, miért utasítottam el az ismerősnek jelölést. Azt írta, hogy igazán szeretne a barátom lenni. Azt írtam neki. Én csak eladtam neked egy telefont. Ezen kívül semmit sem tudok rólad. Kérlek, ne vedd ezt magadra. Éppen csak nem ismerlek. Erre neki át üzeneteket küldözgetni nekem. Olyasmiknek nevezett, amit nem kívánok itt megismételni. És nagyon mérgesnek látszott. Ezen a ponton letiltottam. Nagyon furcsa volt ez, de azt gondoltam itt a vége. Eljött ezek után nem érintkezett velem sem a Facebookon, sem más közösségi médiában. Amit tett, az ennél sokkal rosszabb volt. Következő este, amikor hazaértem a munkából, kopogtak az ajtómon. A házam elejéhez mentem, és kinéztem az ablakon, hogy ott lássam, eljöttet a házam előtt állni. Nem akartam hinni a szememnek. Meg nem fordult volna a fejemben, ha ilyesmit fog tenni. Amikor ezt megláttam, hátraugrottam, és eltávolodtam az ablaktól megint kopogott. Arról szó sem lehetett, hogy ajtót nyissak neki. Ez a pasas nem lehet más, mint őrült. Hallottam, ahogy kiabál az ajtó másik oldaláról, miszerint tudja, hogy otthon vagyok. Nem tudom, honnan jött se. Talán meghallotta, hogy oda megyek az ajtóhoz. Azt nem hiszem, hogy látott volna, amikor kinéztem az ablakon. Ajtót nyitni azonban most sem akartam neki. Ehelyett hívtam a rendőrséget. Elmondtam nekik, hogy egy férfi, Akit a Facebookról ismertem, megjelent a házam előtt hívatlanul és váratlanul, és nem hajlandó távozni. Azt mondták, hogy valaki rövidesen kiszáll hozzám. A rendőrség ki is jött, sokkal gyorsabban, mint vártam. Eliott ott maradt a házam előtti lépcsőn. Nem próbált ugyan erőszakosan behatolni, de távozni ugyancsak nem volt hajlandó. A rendőrség beszélt vele, velem ugyancsak. Végül elengedték Eliotot, közölve vele, hogy amennyiben visszatérne ide, Letartóztatják. Megígérte, hogy többé nem jön vissza. És szerencsére állta is a szavát. Azóta nem is láttam, nem érintkeztem vele. De még mindig nem tudom elhinni, hogy ezt tette. Ez egy az iskolában töltött hosszú és unalmas nap után történt. Ahogy visszatértem a házamba, meglehetősen izgatott voltam, lévén péntek, ami azt jelentette, hogy másnap nem lesz iskola. A házunkhoz közeledve észrevettem, hogy a garázsajtó nyitva maradt, a lámpa pedig égett. Apu üzleti útra indult ugyanaznap, ezért arra gondoltam, hogy siettében hagyta égve a lámpát, és nyitva az ajtót. Nem is gondolva semmi egyébre, eloltottam a lámpát, és becsuktam a garázsajtót. Játszottam aztán egy kis videójátékot, és megnéztem egy filmet. Anyanak valamiért el kellett mennie egy barátnőjéhez, tehát egyedül maradtam a házban. Éjszaka volt. Kimentem a konyhába egy italt készíteni magamnak, és ekkor megláttam, hogy a garázs világítása megint felkapcsolódik. Azt gondoltam, hogy anyám jött haza valami okból, és égve hagyta a lámpát. Ám a tudatom mélyén kezdett megfogalmazódni egy nyugtalan érzés, miszerint valami nincs rendben. Megint a garázsba mentem, és azt kellett látnom, hogy apu összes szerszámos fiókja nyitva van, és rengeteg szerszám ott hever körös körül. Bárki is járhatott ebben a garázsban, az biztosan kereshetett valamit. Azt gondoltam, hogy anyu lehetett az, csak hogy amikor egy rövid időre megállt a ház előtt kora este, nem vettem észre, hogy bement volna a garázsba, és nem is volt itt sokáig. Őszintén szólva halára rémültem ekkor. Senkit sem láttam a garázsban. Visszamentem a házba, meggyőződve arról, hogy bezártam el az ajtót. Aztán tévénézés közben meghallottam, hogy a garázsajtó kilincs a vadul csörömpöl. Pánikba esve kinéztem az ajtó kiemlelőjén. Miután a kint lévő személynek nem sikerült az ajtót kinyitnia, feloldított, és erőszakosan dörömbölni kezdett felruhantam a lépcsőn a mobilomért, aztán eszembe jutott, hogy el kellene hagynom a házat, mielőtt hívnám a rendőrséget. Az adrenalin végig az egész testemen. Nem vettem észre, hogy a csattogó hangok lentről jönnek, És nekem meg kellene állítanom ezt. Megint lefelé indultam a lépcsőn, aztán neki a szembe lévő főajtónak, amelyen keresztül a nappaliba kellett menni. Utólag visszagondolva hátulról kellett volna lennem. Nagyon szerencsés voltam, mert ahogy beléptem a nappaliba, Megpillantottam a betolakodót. Hatalmas férfi volt, és egy balta volt a kezében, amelyet apuműhelyéből vette. A férfi nekem háttalált, és úgy tűnt, hogy egy karosszék mögé néz, amely a szoba távolabbi sarkában állt. Úgy vélem, hogy a tévé hangja, amelyben még mindig ment a film, összekeveredett a lépteimmel, ahogy beléptem a szobába. Nem mentem vissza az emeletre, ami butaság lett volna hanem megfordultam és sietve a hátsó ajtó felé indultam. Rövid futás után hívtam a zsarukat, és jelentettem az incidens. Tájékoztattak, hogy öt percen belül ott lesznek. Aztán átmentem a szomszédunk házába, aki apu egyik nagyon jó barátja volt, és ott várakoztam, amíg a rendőrök fel nem bukkantak. Hogy rövidre fogjam. A rendőrség átkutatta a házat, és az történt, amitől féltem. A férfit sehol sem találták felfedezték, hogy a behatoló a baltával betörte a garázsajtót. Ez eléggé gyenge ajtó volt, elég volt pár ütéssel betörnie. Felhívta anyut, ő pedig jött, amilyen gyorsan csak tudott. Amikor megtudta, mi történt, megölelt, én pedig hálás voltam azért, hogy nem történt velem semmi. Őszintén szólva nem tudom, hogy apu elfelejtette bezárni a garázsajtót, vagy pedig a behatoló nyitotta valahogyan ki, de az kétségtelen, hogy valahányszor elhagyjuk a házunkat, kétszer is ellenőrizzük, hogy minden ajtót biztonságosan bezártunk-e, mert félelmetes világban élünk. Hogy érthető legyen egy, közvetlenül a Zsák utcával szembeni házban lakom. A Zsák utcán túl van az erdő bejárata, amely mérföldekre tart innen. Az erdő meglehetősen sűrű, tömeren állnak egymás mellett a fák és a bokrok, de amikor kisfiú voltam, nagyon szerettem a különféle ösvényeket felderítve visszajutni a házunkhoz. Lévénes ez csupán rövid távolság. Volt benne egy kis lejtő. Egy napon olyan 7-8 éves lehettem akkoriban, éppen lefelé bicikliztem az utcán, amely a Zsák utcához vezetett. Számos bemenete volt a Zsák utcának, ahonnan világosan lehetett látni az utcát. Valaki, aki a fák között állt egy bizonyos távolságra, elvonta a figyelmemet. Nem figyeltem tehát oda, és véletlenül beleruhantam egy, a házak előtt parkoló kis autóba. Ez persze nagyon zavaró volt, de szerencsére nem sérültem meg, vagy bármi ilyesmi. Az az ember fel alá kezdett járkálni, csak nem őrjünk be, mintha igyekezett volna eldönteni valamit. Én pedig akkor vettem észre, hogy az a személy olyas valamit visel, mint egy fekete esőkabát, amelynek kapucniát nem tette fel a fejére, vagyis világosan láthattam a fejét. Kopaszodó középkorú férfi volt, és bár nem vagyok benne teljesen biztos, de azt hiszem, hogy magában beszélt. Egy kicsit meg voltam döbbenve, szóval elbújtam az autó mögött, amelyikbe belerohantam. És épp csak a motorháztető fölé emeltem a fejemet, hogy mégis lássam, mi fog történni itt. Ekkor láttam meg, hogy van valami a kezében, ami mindig fényesen csillant meg a fák felett behatoló fénysugárba, valahányszor fel alá sétált. Egy kés volt ez, és onnan, ahová elrejtőztem, azt is láttam, hogy a kés mintha vörös foltos lenne. Fogtam a biciklimet, és elkészültem arra, hogy egyenes visszahajtok a házunkhoz. Amikor hátra néztem, ahol a pasas állt, megdermedtem. A férfi már nem sétált fel alá, viszont egyenesen rám bámult. Pánikba esve beugrottam a kocsi mögé, elengedve a biciklimet, ami egy hangos, fémes csőrenéssel zuhant a földre. Nem tudván mit tegyek, váltam vagy harminc másodpercet, mielőtt újra kinéztem a kocsi mögül. Az a személy még mindig ott állt, és bámult. Majd váratlanul futni kezdett felém. Egy őrült üvöltést hallatva, és egy olyas valamivel követve, amit soha, amíg élek, nem fogok elfeledni. Felugrottam a biciklimre, és pedálozni kezdtem haza olyan gyorsan, ahogy csak tudtam. Ahogy az utca végére értem és hátrafordultam, láttam, hogy a pszichopata a a fák közé. Amikor hazaértem vacsorára, nem szóltam erről egy szót sem, sem a szüleimnek, sem a nővéremnek. Attól féltem, hogy akkor többé nem engednének biciklizni a zsák utcában. Mint a féle butakölyöknek, ez fontosabb volt számomra, mint a tulajdon biztonságom. Ez tíz éve történt, és még mindig ugyanabban a házban lakunk. De soha nem hallottam sem emberrablásról, sem gyilkosságról az elmúlt évtizedben. Nem vagyok tehát egészen biztosabban, hogy ez az ember mit csinált éppen ott, és akkor. Az is lehet, hogy valami mentálisan megzakkant egyén volt, aki elfelejtette bevenni a gyógyszerét, vagy lehetett egy őrült drogfüggő, minden esetre nagyon örülök, hogy nem ismerkedtem meg közelebbről vele és a késével. Valaha randiztam ezzel a Jake nevű tráccal. Közös barátok révén ismertem meg őt, és ez volt az első benyomásom, hogy minden oké okay közöttünk. Ám volt köztünk valami, amit nem igazán tudtam kibogozni. Jake néha úgy viselkedett, hogy úgy tűnt, mintha ez az én új barátom zaklatna, vagy kémkedne utánam. Minden esetre volt valami negatív kisugázása, ami miatt senkinek sem ajánlottam volna, hogy randizzon ezzel a személlyel. De hogy őszinte legyek, akkoriban nem igazán találtam a helyemet az életben. Nagyon depressziós voltam, némi drog problémával, és nagyon csekély volt az önbecsülésem. Ő tudta ezt, és végül rábeszélt. Így aztán már két éve együtt jártunk. Kb. a viszonyunk közepén ő börtönbe került, nekem pedig vissza kellett költöznöm a szüleimhez. Miután kettő órát autóztam hozzá, úgy vettem észre, hogy a személyisége a lehető legrosszabbra fordult. Nagyon birtoklóvá vált, és egyre rosszabbul érezte magát a bőrében. És nem tudtam mindig megtenni ezt az utat, hogy láthassam. Mint közelebb és közelebb került a töréspontjához. Azt hiszem valami történhetett vele ott a börtönben. Amikor végül kiszabadult, ismét összeköltöztem vele. Ekkor merült bele a kemény dolgok világába. Egy éjszaka, amikor vendégeink voltak, és igazán túltolta a dolgot, ha mire gondolok, teljesen elmerült a saját világában. Amikor a barátaink elmentek, akkor sem úgy tűnt, mintha bánta volna, vagy egyáltalán észrevette volna ezt. Felmentem az emeletre aludni, ő lent maradt lefeküdtem, és rövid időn belül elaludtam. Nem sokkal ezután az egész testem rázkódott. Kinyitottam a szemem, hogy lássam. Jake erőszakosan ráz engem. Ránéztem, és azonnal elszörnyedtem. A szeme véreres volt, és tébolyodott, és úgy lihegett, mint valami meghajszolt kutya. Hol van? Mordult rám. Kérdeztem, hogy miről beszél. Úgy tűnt, hogy feldőhedett ezen. Hol van? Kérdezte még agresszívebben. Ekkor az első félelmem elszállt, és kezdett nagyon dühíteni ez a szituáció. Mondtam neki, hogy fogalmam sincs, mi a francról beszél. Aztán megfordultam az ágyban, és próbáltam tovább aludni. Ő lement a földszintre, és a következő dolgot tudom. Üvegbetörésének hangját hallotta, és tárgyakat a földre zuhanni. Felkeltem, hogy megnézem, mi folyik itt. Ő pedig felvihazott a lépcsőn, és a földre lökött. Fölém hajolt, és a padlóhoz nyomat. 165 centi vagyok, és 65 kiló. Ő pedig 193 centi, és csak nem 100 kiló. A telefonom a kezemben volt. Ő pedig elvette tőlem. E ponton pedig megint nagyon kezdtem félni. Úgy nézett ki, mintha valami földön kívüli szállta volna meg. Úgy nézett rám, mint valami oroszlán a prédájára. A szemembe nézett. Majd hosszú csend után így szólt. Ne mondd el senkinek. A telefonod nyomon tudják követni. Mindenki tudja, hogy itt vagy. Nem tudhatják, hogy itt vagy. Ekkor küzdeni kezdtem, hogy minél messzebb kerülhessek tőle. Erősebben szorított, és mondott három szót, amit soha nem fogok elfeledni. Én megöltem valakit. Majd váratlanul elengedett, és könnyekben tölt ki. Aztán elrohant. Felvettem néhány rohanemüt, és én is kirohantam a házból. Rohantam, amilyen gyorsan csak tudta. A kocsimhoz. Amikor beszálltam, és elfordítottam a kulcsot, hátra nézve láttam, ahogy felém rohant sikoltoztam, és mielőtt hátra menet beindíthattam volna a kocsit, hogy visszaálljak a felhajtóra. Ő felfeszítette a motorháztetőt, és valamit kihúzott a motorból. Ekkor döbbentem rá, hogy a házban hagytam a telefonomat. Közben ő a kocsim motorjával manipulált, majd lecsapta a motorháztetőt, és távozott, magával véve azt, amit a motorból kiszedett. Csak ültem a kocsiban, és nem voltam benne biztos, hogy most mit kéne tennem. Láttam őt a földszinti ablakon keresztül, folyton körbenézett. Isten tudja, hogy mit. Annyira arra koncentrált, hogy engem itt tartsad, és hogy megtalálja, amit keres. Ahogy ültem ott a kocsiban, zokogni kezdtem. A motor még mindig járt, de nem tudtam, hogy mit vet ki belőle. Nem akartam elindulni és összetörni a kocsit. Úgy döntöttem, megharcolok érte. A szomszéd közel volt. Annyit kellett csupán tennem, hogy gyorsan eljussak a következő ajtóig. Megvártam, amíg még látó távolságon kívül kerül, aztán kinyitottam az autóm ajtaját, és rohanni kezdtem. Miközben futottam, cipők csattogását hallottam a kövezetem magam mögött. Megfordultam, és láttam, hogy üldöz engem, véredes szemeit rám szegezve. Most már az életemért sikoltoztam, majd a szomszédhoz rohanva bekopogtam az ajtót. Amikor kinyitotta, berontotta, és bezártam az ajtót magam mögött. Aztán felkészítettem magam arra, hogy Jake majd nekiugrik az ajtónak, de nem tette. Kinéztem a kémlelőjükön, de nyoma veszett. A szomszédok megengedték, hogy használjam a telefonjukat, én pedig hívtam a szüleimet, hogy jöjjenek értem. Jake lakásában hagytam a telefonomat, és minden holmimat, és gyakorlatilag a kocsi, amit használtam, az is az ő nevén volt. Azt is hátrahagytam tehát, és soha többé nem beszéltem vele. Kiráz a hideg, ha felidéz a szemeit, ahogy lenéz rám, és ahogy öldözött engem, akkor. Az volt az ébresztő, hogy össze kell kapnom magam. Hívtam a rendőrséget, és elmondtam, hogy miket mondott nekem. De aztán a fejleményekről már nem hallottam semmit. Arra is gondoltam, lehet, hogy a drog beszélt belőle. De ha vele maradtam volna, nem is tudom, mi történhetett volna velem. A családom tervezett egy nyári utazást a nagynénémhez és a fiatalabb unokatestvéremhez, Fredhez, aki ekkoriban 13 éves volt. A nagynéném háza egy csendes vidéki ház volt telkekkel és földutakkal körülvéve. A háznak mind az elején, mind a hátsó részében volt terasz, autentikus vidéki házhoz illően, körülvéve a vidék szépségével. Nem telt sok időbe, hogy Fred és én unatkozni kezdjünk. A nap kezdett lenyugodni, a világosság gyérülni kezdett, a hőmérséklet pedig tökéletessé vált egy sétára. Fred és én elhatároztuk, hogy kihasználjuk az időt arra, hogy körbeosonjuk a házat. A telek egy földútnál lét véget. Kevesebb, mint fél mérföldet gyalogoltunk, és láttunk egy apró konzervgyár parkolójának gyérfényeit. Egyébként bűzlött, és arra gondoltam, hogy biztos éppen magyaró konzervet gyártanak. Voltak éppen a gyár hátsó részébe érkeztünk, ahol a szállító teherautók parkoltak éjszakára. Ezek olyan típusú teherautók voltak, amelyeknek két szárnyú van hátul, és csak az egyiket kell kinyitni a beszálláshoz. Fred odasétált az egyik parkoló autóhoz, és megnyitotta az ajtóját, ami meglepetésünkre nem volt bezárva. Felmásztunk a kocsi hátsó részébe. Sötét volt és üres. Becsuktam a másik ajtót magunk után, de nem zártam be, hogy egy egészen kevés fénybe jöhessen. Szerencsénkre nálam volt a mobilom, így használhattam annak zseblámpáját. Természetesen, mint minden idióta tínédzser, úgy gondoltuk, jó lenne összegrafitizni a kocsit. Miután eleget szórakoztunk, le akartunk szállni a teherautóról. Fred látni vélt valakit egy szempillantást az ajtórésen keresztül. Teljesen lefagyott, esét adva nekem arra, hogy én is felnézek. Láttam egy alakot keresztül lépdelni a parkolón, a teherautóval ellenkező irányban. Arra gondoltam, hogy talán biztonsági őr lehet. Fred kiborult és hiperventillálni kezdett. A férfi valószínűleg éppen ekkor hallhatta meg. Megfordult és felén kezdett lépdelni. A kezemmel befogtam Fred száját, majd mindketten összekoporodtunk a csukott ajtó mögött. A fejemet az ajtónak nyomtam, félszemmel kinézegettem a résen. A férfi most a teherautó előtt állt, éppen a két ajtószány között, alig 30 centiméterre törődünk. Hogy mi az égnek nem nyitotta ki az ajtót, ezt soha nem fogom megtudni. Egyenesen az ajtó nyílást nézte. A szívem annyira vert, hogy teljesen a torkomba éreztem. Láttam ronda, rothadó fogait, ahogy kinyitotta a száját és köhögött. Hihetetlen, de hozzá sem élt az ajtóhoz. Aztán megfordult és elindult a gyár bejárata felé. Kihasználtuk ezt, de az unokatestvérem cipője jó nagyot koppant az aszfalton, mielőtt én is kiugrottam volna. És ekkor megláttuk a rémisztő embert a közelben állni. Fekete kapusznis pulóvert és szakadt farmat viselt. Egy nagy forradás volt az arcán, a szájától a jobb szeméig, és láttam a csorba fogait, miközben a szája vigyóra torzult. A megjelenése annyira nyugtalanító volt, hogy még ma sem tudtam elfelejteni. Kiugrottam én is a teherautóból, a férfi pedig ekkor rántott kést. Mielőtt kiejthettem volna a számon azt a szót, hogy futás, Fred már menekült is, mint akit puskából lőttek ki. Esküszöm, nem tudtam, hogy Fred ennyire gyorsan tud futni, ahogy engem lehagyott. Én is rohanni kezdtem, a férfi pedig kergetett minket. Hallottam, hogy trágyásságokat kiabál mögöttünk. A földek felé vettük az irányt, majd nem sokára megláttuk a nagynéném házának fényeit a távolban. Egy utolsó pillantást még vetettem hátra. Az egyetlen, amit láttam, egy sötét csukjás alak volt, a magas fűben ácsorogva, és nézve, hogy menekülünk. Bár sötétebb volt már, esküszöm, hogy láttam a férfi őrült vigyorát a kapucni alatt. Felugrottam a hátsó teraszra Fred után, aki levegő után kapkodott. Elmondtuk a családunknak mindent, ami történt, bizonyos okokból kihagyva azt a részt, amit a teherautó belsejében csináltunk. A nagynéném hívta a rendőrséget, és fél órán belül ki is érkezett egy rendőrtiszt. Megtalálták a férfit. Kiderült, hogy a gyár egykori alkalmazottja volt, akit súlyos mentális állapota miatt menesztettek. Minden esetre azóta sohasem megyek ki a sötétbe fegyvertelenül. Ki tudja, mi történt volna, ha ez az őrült, kinyitja az ajtót. És megtalál minket. Visszatekintve 1999 tavaszára, amikor 16 éves voltam, a családom egy hegyi kisvárosba költözött Kolorádóba. Gyorsan összebarátkoztam az egyetlen korombeli gyerekkel, aki a közelben lakott. A neve Kyle volt. Egyik este nem sokkal a kezdete előtt Kyle és én az erdőben kóboroltunk, és találtunk egy keskeny folyót, amelyen keresztül folyt az ingatlanon. Mint tudatkozó gyerekeknek az volt az első reakciónk, hogy bele kellene ugrani, úszni, jól szórakozni. Napnyugtáig ezt is tettük. Aztán Kyle váratlanul nagyon elcsendesedett, és intett, hogy ússzak közelebb hozzá. Ahogy a távolságra kerültem hozzá, azt suttogta. Nézz át a vállam felett a fák közé. Azt hiszem, valaki van ott, és fel alá járkál. Azonnal ellent mondtam neki, miszerint biztosan csak ugráló árnyékokat lát, de aztán a hangjából kihallatszó őszinte aggodalom megállított. Arra néztem, amerre mutatott, és pár pillanatig erősen néztem a fákat. De nem láttam semmit sem mozogni. Csak egy állat lehetett, vagy árnyak haver, mondtam neki. Senkinek nincsen semmi keresni ennél az ingatlannál, és kétlem, hogy bárki tudna a folyónak erről a szakaszáról. Nem úgy tűnt, mintha meg tudtam volna győzni Kájt. Elkezdett visszafelé úszni, majd ismét a fák közé nézett. Egy pillanatra teljes csend lett. Hallottad ezt? kérdezte Kyle. Azt feleltem neki, hogy semmit sem hallottam. Kál azt kérdezte, hogy végig mennénk -e a folyóparton vele, és kinyomoznánk-e, hogy volt-e ott valami, vagy sem. Mondtam neki, hogy ha már egyszer kikerültünk innen, nem szeretnék visszajönni, most viszont szeretnék még úszni. Kár válasz helyett tovább úszott a part mentén, majd kimászott a vízből. Én folytattam az úszást hülye gyerek módjára, megfeledkezve arról a fogalomról, hogy milyen a sötétségben a víz alá merülni, amikor is könnyen beverhetem esetleg egy sziklába, vagy más ilyesmibe a fejemet. Nem vagyok benne biztos mennyi időt el, de egyszer csak kezdtem magam nagyon egyedül érezni. Megfordultam a part felé, de sehol nem láttam Kájt. Mindkét zseblámpa érintetlen volt, a homokban heveltek a cipőnk mellett. Kiáltottam Kyle után, hogy kimásztam a vízből, de nem kaptam választ. Felemeltem a zseblámpámat, és végigpásztáztam a fénysugárral a fákat újból szólítottam kárt, félig meggyőzve magmat arról, hogy csak szivatni akar engem. Csak hogy újfent csak a csend volt a válasz. Tettem néhány óvatos lépést a fák felé annak a területnek az irányába, amerre korábban Kály mutatott. Készültem ismét szólítani, amikor észrevettem őt. Nekem háttal háttalált, többi már mereven az erdő felé bámulva. Elindultam felé, de ő nem fordult meg, amikor a létén közeledtek hozzá. Valami olyasmit kiabáltam, hogy Kyle, te barom, miért nem válaszolsz nekem? Aztán felé nyúltam, hogy megrögadjam a vállát, ám mielőtt megtehettem volna, lassan felemelte az egyik kezét, és reszkető ujjával az árnyak felé mutatott. Látod azt ott? Mi az ott? Az arcába világítottam az zseblámpával. Láttam, hogy falfehér az arca, a szeme pedig akkor tágult, mint valami csatorna fedélye. Alig vettem észre, hogy van egy részlet, amelyre egyáltalán nem figyeltem. Az az egyetlen vércsepp, amely az órából csordogált alá. Abba az irányba fordítottam a távcsövet, amelyre mutatta, és akkor a zseblámpám fénye két lábot és egy sötét színű nadrágot mutatott. A zseblámpa fénye extrém erős volt abban a pillanatban, de nem tudtam más tenni, mint lassan felemelni a karomat, mintha magával a gravitációval akarnék hadakozni. A lábak egyszerűen elindultak, aztán következett a felsőtest. Majd a zseblámpám fényei az állához értek, következett egy gumiszerű és nagyon széles mosoly. Ez volt a legrémisztőbb arc, amit valaha láttam. Elejtettem az elemlámpám, aztán beleütköztem kályba, ahogy megfordultam. Mindketten a földre kerültünk. Azt üvöltöttem neki, hogy fusson, aztán én is rohanni kezdtem, mint egy megszállott, vissza a folyóhoz. Mindent ott a barátomat is beleértve. Többször elestem, de mindig felkeltem és folytattam a futást. Az időérzékemet is elvesztettem. Úgy véltem, nem lehet több, mint hat óra, vagy esetleg tíz óra, ám csupán a csillagok fényét, a túlnőtt faágak felett, és egy gyenge bentől jövő fényt, a házunk fényét, amely navigált. Nem szóltam Kájhoz egy szót sem. Valamiért biztos vettem, hogy hallom a lépteit néhány lépéssel a magamé mögött. A fogalja kép olyan hangosan recsegtek alatta, mint az én esetemben. A garázs ajtón átüvöltve rontottam be a konyhába, azt üvöltve, hogy rohadt gyilkos. Az arcom és a kezem véres volt, és valami módon még az egyik sportcipőmet is elhagytam. De alig érzékeltem, hogy miközben üvöltöttem a szüleimnek, hogy hívják a rendőrséget, hátrafordultam Kályhoz. Ám ő nem volt ott. Feltételeztem, hogy hazarohant a saját házába. Megkértem a szüleimet, hogy hívják fel az őszüleit, amikor a rendőrség megérkezett. Annyira reszkedtem, amikor a zsaruk megérkeztek, hogy aggódni kezdtek, miszerint netán valamit túladagoltam magamnak. Azután telefonhívást kaptunk Kály szüleitől, akik azt akarták ellenőrizni, hogy Kai haza hazamente velem. A rendőrséget egy egész csapat kutyával hívták ki, egy extra alakulat fésült át a környéket. Megtalálták a holminkat a folyó mellett, de sem Kyle-nak, sem az idegennek nem akadtak nyomára. Hónapokig tartott a keresés, de semmit sem találtak. Kájt a mai napig nem látta senki. Egy ideig mi voltunk a fő cím oldal a médiában, de tekintve, hogy egy kisvárosban laktunk, ahol az emberek gyakran eltűnnek az erdőben, nem tudom mennyire terjedt el a történetünk. Ami pedig a legszívszorítóbb, hogy Kál családja még mindig válasz nélkül van. A mai napig bűnösnek érzem magam az eltűnésében. Kétlem, hogy valaha is megbocsátanék magamnak, amiért azt hittem, hogy ott van mögöttem. A mai napig fel tudom idézni, ahogy hallom magam mögött a lépteit, ahogy futottam, és nem tudom, melyik volt az a pont, ahol megállt, vagy pedig valami elkapta, és egy gondolat számtalanszor eszembe jut. Mi van, ha nem is Kai volt ez, akit futni hallotta magam mögött? Ez akkor történt, amikor elsős gimnazista voltam. A tanítás meglehetősen korán kezdődött, és mindig nagyon nehezen keltem fel. Alkalmunként mondhatnám, havonta egyszer megtörtént, hogy bealudtam, és lekéstem a buszt. Ami azt jelentette, hogy meg kellett kérnem anyut, hogy munkába menet vigyen be engem autóval az iskolába. Nem bánta, de egy kicsit mindig csalódott volt. Ezen a bizonyos napon nagyon eladottam, és lekéstem a buszt. A tanítás már el is kezdődött, szóval megint meg kellett kérnem anyut, hogy vigyen be az iskolába. Az iskolában a főkapon bemenve be kellett mutatnom a diák igazolványomat, hogy beengedjenek. Ezután adtak egy belépőkártyát, hogy az osztályomba mehessek. Igazán nagyon utáltam késve bevenni az osztályomba és megzavarni az órát. Mindig úgy gondoltam, hogy ez zavarba ejtő, ezért ehelyett a, a kedvenc mosdómba mentem az emeletre, amely a legkevésbé volt forgalmas, és ott várakoztam a mosdóban, amíg az óra véget nem ért. Ezután a szünetben előósontam, és senki sem tudta meg, hogy elkéstem. Tudom, hogy ez fura, de én egy félszeg, ügyefogyott gyerek voltam akkoriban. Azon a bizonyos napon, amikor megérkeztem a mosdóba, csalódottan láttam, hogy a gondok felmosott. Lementem a földszintre egy közeli raktárba, amelyről tudtam, hogy ritkán használják. Bementem és becsuktam az ajtót. A falhoz mentem aztán, néhány eszköztároló doboz mögé, majd elővettem a telefonomat és a fülesemet, hogy valamivel elüssem az időt, ami még hátra volt az órából, azaz durván 10 percet. Aztán véget ért az óra, én pedig előbújtam a raktárból és kifelé indultam a halba. Ám akkor láttam, hogy a hal üres. Elindultam a főfolyosók egyikén, amely szünetben mindig nagyon zsúfolt, de még mindig nem volt ott senki sem. Kétszer is ellenőriztem az órámat, és többször megnéztem a telefonom óráját, hogy biztos legyek benne, nem tévedek az időt illetően. Ettől nagyon összezavarodtam, amíg csak rá nem döbbentem, hogy valószínűleg lezárás alatt állunk. Ez volt az egyetlen, aminek lett volna értelme. Ahogy a sorokhoz közeledtem, lépteket hallottam. Nem tudtam, hogy ez most gyakorlat vagy valami valós dolog, de azt tudtam, hogy valószínűleg bajba kerülök, ha itt találnak a folyosón. Tehát visszamentem a raktárba, ahol rejtőzködtem. Ezt sikerült megtennem anélkül, hogy látott volna az, akinek a lépteit hallottam, bár azt is hallottam, ahogy közeledik. Eloltottam a világítást a helyiségben, és elbújtam néhány doboz mögött. Hallottam, amint a léptek, mint közelebb és közelebb jönnek. Aztán megálltak az ajtóban. A szívem nagyon vert, miközben hallgattam, hogy az ajtó nem nyílik -e ki. De aztán kinyílt. Mindent megtettem, hogy ne csapjak semmi zajt. Nem láttam, mi folyik itt, de azt tudtam, hogy az ajtó kinyílt, és valaki van ide bent velem a helyiség nem volt valami nagy, azt hiszem talán 15 lábnyira lehetett tőlem az illető. Minden eltelt másodpercet legalább egy percnyinek éreztem. Nem hallottam semmit, de láttam a fényt a helyiségben és azt, hogy az ajtó még mindig nyitva. mellett nem hallottam, hogy bárki távozott volna innen. Annyira féltem, hogy már arra gondoltam, hogy feladom magam, remélve, hogy az iskola személyzetéből valaki tartózkodik idebent. Viszont támadt egy erős olyan érzetem, hogy nem így van, ezért csendben maradtam. Aztán végül hallottam, hogy a léptek távolodnak az ajtótól, majd az illető távozik a helyiségben maradtam legalább még 15 percig ugyanabban a pozícióban, hogy a végén már alig hallottam az iskolai hangos bemondó hangját, a folyosóra kitóduló tanulók lármájával elkeveredve. Ekkor előjöttem a rejtek és csatlakoztam a többiekhez. Megtaláltam néhány barátomat, és kérdeztem tőlük, hogy mi történt. Azt felelték, hogy annyit hallottak, hogy egy gyanús férfit letartóztattak az iskolánkban. Úgy töltöttem a napot ezután az iskolában, mint a többiek soha el nem mondva senkinek, mit tapasztaltam. Ez az eset kb. 5 évvel ezelőtt történt. 8. osztályos középiskolás voltam. Normál nap volt. Az 5. óra, amikor ki kellett mennem a mosdóba. Megkérdeztem a tanárnőt, ki mehetek a mosdóba, ő pedig azt mondta igen. Kimentem az osztályteremből, végig a folyosón. Amikor bejutottam a mosdóba, bementem a fölkébe és becsuktam az ajtót. Alig fél perc múlva hallottam, hogy a mosdó ajtaja kinyílik. Azt hittem, hogy egy másik tanuló az, és hát csendben maradtam. Valakinek a lépteit hallottam a padlón. Úgy hangzott, mintha csizma lenne. Kíváncsi lettem, mivel nem sokan viselnek csizmát az iskolában. Az a személy nem ment be a fölkébe, ott állt kint az ajtó mellett. Kikukucskáltam az ajtó alatt, és láttam, hogy egy teljes mértékben felnőtt férfi áll az ajtó mellett. Meglátta, hogy nézem, és elindult a fülkén felé. Dörömbölni kezdett rajta, én pedig abszolút berezeltem. Egyszer csak abba hagyta, azután hallottam, hogy a mosdó ajtaja kinyílik, és az az ember távozik. Fel akartam hívni a barátomat, de ahogy kioldottam a telefonomat, megszólalt valaki az épületben, akinek nem kellene itt lennie. Ott álltam a WC-ben, ahogy azt tennünk kellett az árnat alatt ha éppen akkor a mosdóban voltunk. Vagy tíz percig álltam ott, mire végre a hölgy azt mondta hangos bemondóban, hogy a állat véget ért. Ma is azon gondolkodom, hogy vajon amiatt az ember miatt volt az állat, akit a mosdóban láttam. Ez volt életem. Egyik legrémisztőbb pillanata. A történet, amelyet most el akarok mondani, az középiskolában történt. A tavaszi szemeszterben volt egy nap, amikor időpontom volt a fogorvosnál. Bementem az első órára az iskolába, aztán megkaptam a kilépési engedélyt, és elindultam. Anyukám az iskola főkapuján állt, és amikor itt volt az idő, elvitt a fogorvoshoz. Reméltem, hogy anyu megengedi, hogy egyenesen hazamenjek a fogászat után, és kihagyjam a tanítási nap fennmaradó részét. Ő azonban nemet mondott, nagy valószínűséggel azért, mert még a nap elején jártunk. A harmadik óra környékén vissza is értem az iskolába. Miután beengedtek az iskolába, az osztályterembe indultam. Ez a folyosó másik végén volt, és ahogy elhaladtam az oldalajtó előtt, észrevettem, hogy egy férfi integetett nekem kincsel. Nem is tudom, mire gondoltam, de odamentem az ajtóhoz, és kinyitottam annak az embernek. Rámosolygott és megköszönte, én pedig visszamentem az osztályomba. Alig tíz perccel később pedig megtudtuk, hogy lezárás alá kerültünk. Azonnal rossz szélzésem támadt, visszaemlékezve arra a férfire, akit beengedtem. Tudtuk mi a terndőnk lezárás esetén. Hátra kellett mennünk az osztályterem végébe, és eloltani az összes lámpát. Mondhatom, hogy komolynak tűnt, ahogy a tanárunk viselkedett. Így töltöttünk el vagy 30 percet. Még nem végül véget ért a lezárás. Később megtudtam, hogy ugyanazt az embert, akit én beengedtem, a mosdóban találták meg. Fegyver volt nála. Szerencsére senkiben sem tudott kárt tenni, de én egy életre szóló leckét kaptam arról, hogy soha senkit sem szabad beengedni. Ez akkor történt meg velem, amikor elsős gimnazista voltam. Még mindig ez az életem több pillanata. Kb. egy hónapja tarthatott az iskolai év, péntek volt. Emlékszem, a második óránkon ültem éppen, matek óra volt, dolgozatot írtunk éppen aznak. Elég jó voltam matekból, és meglehetősen gyorsan be tudtam fejezni a tesztet. Jól éreztem magam arra gondolva, hogy maradt még vagy fél óra az órából. Megkérdeztem a tanárnőt, hogy kimehetnék-e a szekrényemhez, hátra hagyva a matek cuccaimat. Beleegyezett, én pedig kimentem a folyosóra. Nem siettem vissza tudva, hogy az óra többi részében nem igen lehet már mit csinálni. Tehát úgy döntöttem, hogy kihasználom az időt, és lassan ballaktam a szekrényemhez, amely az iskola másik végében található, és vissza. A folyosó teljesen üres, és kihalt volt, amikor végigmentem rajta. Oda mentem a szekrényemhez, és visszatettem a könyveimet. Elővettem egy kis rágót a szekrényemből, majd lassan visszaindultam az osztályterembe. Az iskolán két emeletes, és emlékeztem, hogy egy jó barátom osztály az elsősök szekrényei felett van. Felmentem a lépcsőn, hogy integessek neki a folyosóról. Az ajtó zárva volt, a lámpák leoltva. Azt gondoltam, hogy ez az osztályterem számítógépes labor lehet, vagy valami ilyesmi. Ahogy visszafelé tartottam a folyosón, észrevettem, hogy az összes ajtó zárva, és a lámpák lekapcsolva. Arra gondoltam, hogy valószínűleg lezárási gyakorlatunk lehet. Gyakran volt tűzvédelmi és lezárási gyakorlatunk az iskola év elején. Tudtam, hogy nem kellene a folyosón lennem egy lezárási gyakorlat folyamán, tehát sietni kezdtem visszafelé a matek órára. Ahogy leértem a lépcső, lépteket hallottam. Nem akartam bajba kerülni, ezért elrejtőztem a lépcső mögött. Volt egy kis terület a lépcső alatt, amely meglehetősen nyílt volt, viszont a folyosókról nem lehetett látni. Láttam, hogy egy tanár megy végig a folyosókon, gyorsan lépkedett, aggódó kifejezéssel az arcán. Valószínűleg gyerekeket keresett a folyosón, gondoltam. Aztán felment vissza a lépcsőn és ami aggasztani kezdett engem, hogy voltak éppen futni kezdett a lépcsőn. Ekkor merült fel bennem az a gondolat, hogy talán a lezárás nem is csupán egy gyakorlat. Elhatároztam, hogy folytatom az utamat az osztályterembe. A másodévesek szekrényes folyosójához értem, amely pont a matek terem előtt volt. Csak hogy hirtelen észrevettem, hogy kb. a szekrények felénél egy férfi áll nekem háttal kb. 300 méterre tőlem. Nem ismertem fel, és nem is úgy volt öltözve, mint akár egy tanár, akár az iskolai személyzet egy tagja hosszú haja volt, és piszkos farmert, meg csizmát viselt fekete kapucnis pulóverrel. Csak állt ott a szekrényeket nézve, én is csak álltam, egy pillanatig mozdulni sem tudtam. Nem tudtam, hogy meghallott engem vagy sem. Elkezdtem visszafelé rohanni, de akkor a férfi az öktével az egyik szekrényre csapott, majd elkezdett lassan megfordulni. Ez egy pillanatra megbénított engem, majd lassan elrejtőztem az egyik mellettem lévő szekrény sor mögé. A férfi közeledni kezdett, mire lebuktam, és visszatartottam a lélegzetemet, a szívem meg majd kiugrott. Hallottam, ahogy a léptei mind közelebb és közelebb érnek. Majd váratlanul kinyitott egy szekrényt, két sorral volt odébb, mint én. Igazán nem akartam itt maradni, hogy megtaláljon. Hallgatóztam, hogy elég messze van -e, de hirtelen csend támadt, mintha örökre eltűnt volna. Mindent megpróbáltam, hogy ne vegyek levegőt, és egyetlen izmomat sem mozdítsam. Végül ismét hallottam a lépteket. Közeledtek. Nem bírtam tovább, kiugrottam a szekrények mögül, és tohanni kezdtem. Visszafelé futottam, majd balra fordultam, ami a főajtók felé vezetett. Hallottam, ahogy a férfi lépteim mögöttem csattognak. Olyan gyorsan futottam, ahogy csak tudtam, vissza se nézve. Hallottam, hogy már csak körülbelül 60 méternyire lehet. Végül elértem az ebédlőbe vezető lépcsőt, majd kirohantam az utcára. És éppen arra jött egy rendőrautó. Az egyik rendőr látott engem és az engem üldöző férfit, ezért az ajtóhoz futott és elkapott, még a másik rendőrt is tovább futott. Férfi megszűnt üldözni engem és az ellenkező irányba kezdett futni, de nem jutott messzire. Elfogták. Nekem a végén sok kérdést tettek fel, de aztán hamar hazamentünk aznap az iskolából. Kiderült, hogy ez a férfi droghatása alatt állt, és különféle dolgokat akart ellopni a szekrényekből. A tanárnőm és az igazgató nem haragudtak rám. Sőt, boldogok voltak. Vagy nem történt semmi bajom. Amikor kb. 10 éves voltam a családom, a floridai West Palm beach -ről, a kolorádói Denver külvárosába költözött. Évek óta terveztük a költözést, és most végül megtettük. Nagyon drága volt az élet. Floridában nem számított, hol voltál. A szüleim kedvelték Kolorádot, mert a családunk nagyobb része ott élt, amellett találtak nekem egy igazán jó iskolát. Adatvédelmi okokból nem akarom említeni az iskola nevét, de azt azért nem mondhatjuk, hogy egy meglehetősen új iskoláról van szó. Kb. 5 méter volt az új házunktól, így hát gyakorlatilag gyalog meg tudtam tenni az utat odáig minden nemű közlekedési eszköz vételen nélkül. Az új iskola messze jobb volt, mint az, ahova eredetileg. Jártam. Rendesebb tanulók, rendesebb tanárok, és sokkal könnyebben találtam új barátokat. Volt egy matek tanárom, Mr. Smith, akivel nagyon jó kapcsolatba kerültem. Utáltam a matekot, hogy nem utálja. Ám Mr. Smith szórakoztatóvá tette azt. Mindenkinek kész volt segíteni az osztályban, akárhányszor is kérdeztünk tőle. Mondhatom, hogy ő volt a legjobb tanár az egész iskolában. Bárcsak még mindig ő lenne a tanárom azok után, ami egy napon történt. Péntek volt, amikor ez a dolog történt, az utolsó nap a tavaszi szünet volt. A második órán volt éppen az angol tanára, amikor az igazgató megszólalt a hangos bemondóban, közölve, hogy vörös kód lépett életbe. Biztos vagyok benne, hogy még senki az osztályunkból nem tapasztalta meg, milyen az ilyen lezárás. Összebújtunk a sarokban, néhány tanuló annyira félt, hogy sírni kezdtek, attól rettek hogy valami bajuk esik. A tanárnő azt mondta, maradjunk csendben, semmiképpen ne csapjunk lármát. Egy örökké valóságnak tetszett a sarokban ülni és várni, hogy rendbe jöjjenek a dolgok. Azonban egyszer csak súlyos lépteket hallottam a folyosóról. Annak, hogy hallottam, az volt az egyetlen oka, hogy én voltam a legközelebb a hátsó ajtóhoz. Nem tudom, más hallotta-e? De én kinéztem az övegen át, és egy férfit láttam aki teljesen feketébe volt öltözve. Bár a kapucnél miatt nem láttam az arcát, valahogy éreztem, hogy rosszban se antikálhat. Nem tudom, hogy történhetett, de hirtelen felén fordította a fejét, és meglátott az ajtó üvegen keresztül. Egyenesen az ajtóhoz jött, és dörömbölni kezdett rajta. Az egész osztály sírt, és sikoltozott, miközben a férfi az ajtót verte. Jól lehet tudtam, hogy ez az ajtó golyóálló, és túlzottan is erős ahhoz, hogy egyetem ember betörhesse. Félelmetes volt, ahogy még néhányszor belerúgott az ajtóba, majd odébb állt. Az igazgató hangja megszólalt, miszerint még nincs minden rendben. Most jött még csak a legfelkavaróbb. Állítólag valaki betölt a közeli benzinkútra, és lelőtt egy alkalmazottat. Később tudtam meg, hogy négy embert is lelőttek ott. Kettő közülük tanár volt, a tanárok közül pedig az egyik, Mr. Smith. Mondták, hogy a mentők vitték a kórházba. Azonban a vérveszteség miatt sajnos két nap múlva meghalt a kórházban. Ma sem tudom, hogy elkapták-e azt az embert, vagy sem, de szeretnék arra gondolni, hogy igen. Őszinte részvétem Mr. Smith családjának és rokonainak. Borzasztó arra gondolni, hogy egy olyan nagyszerű és boldog személyiségű ember távozott az iskolából, amely imádta őt. Első iskolai napjaimban szuperkorán kellett bejárni a télen, mert a bátyámnak gyakorlatra csak kellett járnia iskola előtt. Általában csak ültem az emelet egy bizonyos pontját, és néztem az éjszaki bejáratot, és vele a napkeltét. Békésnek és megnyugtatónak találtam ezt. Azon a bizonyos napon egy férfit pillantottam meg az iskolában, aki aktatást vitt. Nem ismertem fel benne egyetlen tanár sem, csak találgatni tudtam, hogy ki lehet. Aztán odament az ajtókhoz, és felment az emeletre. Eléggé meglepetnek látszott, amikor rábámultam, aztán rám mosolygott és azt mondta, hogy ő ma helyettesítő lesz itt. Kezet rásztunk, aztán tovább haladt a folyosón. Ezután eljött az ideje, hogy bemenjek az osztályba. Az első óra angol volt, Kb. 15 perc múlva vérezni kezdett az órom. Télen többször előfordult, ez a száraz levegő miatt, a tanárnő pedig kiengedett a mosdóba. A mosdóban a mosdókagyló felé tartottam az óromat, és vártam, hogy véget érjen a vérzés. Amíg a mosdóban voltam, hallottam, hogy valaki van az egyik távolabbi fülkében. Egy bőröndöt is láttam a földön a fők előtt. Aztán eszembe jutott, hol láttam ezt korábban. Annál a helyettesítő tanárnál. Meglehetősen furcsának találtam, hogy valaki bőröndöt vigyen a WC-be, és hogy éppen azon 15 percet tölti a WC-ben, amikor pedig tanítania kellene. Kettő-három perc múlva az óram jobb állapotba került, így hát mostam, és indultam vissza az osztályba. A férfi végig teljesen csendben volt ott a bent. Bementem az osztályba és leültem. Elkezdtük megvitatni a videót, amit előzőleg néztünk. Nem egészen 10 perc múlva a tanárnő azt mondta, lezárás alá kerültünk. Lekapcsolta az összes világítást és bezárta az ajtót. Valamennyien a terem sarkába mentünk, teljes volt a csend. A tanárnő végül elmondta nekünk, hogy egy gyanús embert láttak az iskola folyosóján. A másodpercek perceknek tűntek, amíg ott ültünk. Nem telt bele sok idő, hogy rádöbbenjek. Valószínűleg arról az emberről van szó. Kb. fél óra múlva bemondták, hogy a lezárásnak vége. Bementem az igazgatói irodába, hogy elmondjam, mit láttam korábban. Kiderült, hogy csak ugyanarról az emberről van szó, akit korábban láttam aznap. Amikor a tanárok meglátták őt a folyosón, a másik irányba kezdett rohanni. Hívták a rendőrséget, akik elfogták ezt az embert. A legrémisztőbb, hogy fegyverek voltak a bőröngyében. Annál inkább megrémít a gondolat, hogy mennyire közel voltam hozzá, amikor a mosdóban rejtőzködött. Három évvel ezelőtt kezdtem el a végzős év alatt a gimnáziumban. Ez volt az az év, amit kétség kívül leginkább vártam. Nincs többé pántalmazás több a szabadság, a buli, és egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz, hogy felnőtt legyek. Nem a legrendesebb tanulók jártak ide, gyakori volt a bántalmazás, a végzősökkel pedig már nem igen tettek ilyet. Azt is meg kell említenem, hogy az iskola nem éppen a legnívósabb környéken volt. Ez alatt azt értem, hogy gyakori volt a betörés errefelé, és a rendőrség szirénái is legalább háromszor hetente megszólaltak itt. Április közepe volt, amikor minden végzős készülni kezdett a júniusi érettségire. Nagyon váltam már az érettségit. Nem lesz többé házi feladat, és rossz minőségi menzai ebéd. Egy napon éppen az előkészítő során voltam. Éppen azt hallgattuk a tanárnőnktől, hogy mire számíthatunk trigonometriából a főiskolán, amikor meghallottuk az igazgató helyettes hangját a hangos bemondóból. Azt mondta, vagy egy közelben lakó háztulajdonos jelentette, miszerint egy gyanús külsejű az iskolán körül, és valószínűleg még fel is van fegyverezve. Szükségtelen mondani, hogy az egész iskolát lezárták, a tanárnőnk pedig azt mondta, hogy kövessük a lezárási előírásokat. Volt az osztályunkban egy nagy szekrény, amelybe legalább 20 ember belefért, ezért a tanárnő azt javasolta, hogy oda rejtőzzünk el, amíg tiszta nem lesz a levegő. Mindannyian el is rejtőztünk a szekrényben, várva, hogy valami történjen, és aztán Történt. Kb. 10 perc múlva hangos dörrenéseket hallottunk a folyosóról. Rögtön azonosítottam a hangot. Fegyverdörrenés. Az osztály része ugyancsak tudta ezt. Aztán váratlanul üvegcsörömpölést hallottunk. Pisztolygolyók záporoztak a teremre. Közel 30 másodpercig. Hála Istennek egyetlen golyó sem érte a szekrény ajtóját. A lövöldező bárki is volt az elrohant több lövés kíséretében. Eltelt egy jó perc, mire azt hallottuk, hogy három-négy férfi felszólít. Lépjünk ki. Kiderült, hogy rendőrtisztek, megbilincselték a lövöldözőt, és kiparancsolták a tanulókat az iskolából. Ahogy kiözönlöttünk a folyosóra, mindenki döbbenten mereztette a szemét, amelyet senki sem sérült meg. Addig a napig semmi ilyesmi nem történt az iskolában. Aztán leérettségiztem, és nagyon hálás voltam Istennek, amiért életben maradtam. Hiszen a dolgok sokkal rosszabbra is fordulhattak volna. Tavaly végzős gimnázista voltam. Az ötödik év folyamán tanári asszisztens voltam. Mindent megtettem, amit a tanár kért tőlem, legyen az akár osztályozás, akár a laborasztal letakarítása. Egyébként pedig vagy a házi feladatomat értem, vagy lazítottam. Ezen a napon a természetismereti órán az osztály kirándulni ment, én pedig nem igazán akartam elmenni, ezért a tanárnő megengedte, hogy az irodájában osztályozzam a dolgozatokat. Húsz perc munka után tartottam egy mosdószünetet. Aztán visszamentem az irodába, és még több dolgozatot osztályoztam, amikor megcsőrent az osztály telefonja. Felvettem a kajdlót, egy hangfelvételről szóló üzenet hangzott el az igazgatótól, hogy lezárás következik, mert egy gyanús férfi jelent meg az iskolában. Követtem az utasításokat. Becsuktam az ajtót, be és minden világítást eloltottam. Kicsit ideges voltam lévén egyedül az osztályteremben, de tudtam, hogy az ajtó zárva, így mindennek rendben kell lennie. Próbáltam elterelni a figyelmemet, visszatértem a dolgozatok osztályozásához. Felkapcsoltam egy kis asztali lámpát világításnak. Leosztályoztam 3-4 dolgozatot, amikor zajt hallottam a terem hátsó ajtója felől. A terem meglehetősen nagy volt, és padok, meg munkaasztalok voltak benne. Tudtam, hogy csak képzelődöm, és folytattam a munkát. Aztán megint hallottam valamit. Ekkor már tudtam, hogy nem csupán képzelődöm. Körülnéztem az osztályban, és amikor a hátsó sarki munkaasztalhoz értem, megláttam egy férfi cipőjét és lábát. Alig lehetett látni. Megdermettem. Nem tudtam, mit évő legyek. Az ajtóhoz akartam rohanni, de nem tudtam, mit tegyek, ha üldözni kezd engem. A tanári asztal némileg messze volt az ajtótól de tudtam, hogy meg kell kockáztatnom. Nem akartam vele egy légtérben maradni. Háromig számoltam, aztán felkeltem, és nyugodtan az ajtóhoz sétáltam. Még három lépés és újabb zajt hallottam. Az az ember felkelt. Ekkor az ajtó után nyúltam, amilyen gyorsan csak tudtam, kinyitottam, majd becsaptam magam mögött, és rohantam a folyosón, amilyen gyorsan csak tőlem telt. Hallottam a lépteket magam mögött, Szerencsére megláttam egy lépcsőt, és felrohantam rajta, remélve, hogy így le tudom rázni azt a férfit. Igazából azt sem tudtam, hogy üldöze még, vagy sem, de iszonyúan féltem. Feléltem az emeletre, és dörömbölni kezdtem a legközelebbi osztályajtón. A tanár kb. 10 másodperc múlva beengedett a férfi nem követett engem az emeletre. Ahogy bementem az osztályba, mindent elmagyaráztam a tanárnak, amilyen gyorsan csak lehetett, aki ezután hívta az igazgatót. Ez túl késéjének bizonyult. A férfinek sikerült elmenekülnie. Gondolom, akkor súrend be az osztályterembe, amikor én a mosdóban voltam. Nem tudom, hogy szándékában állt-e nekem, vagy sem. Minden esetre nagyon örülök, hogy semmi bajom nem történt. 29 éves nő vagyok, és a magam tanulmányi területén diplomáztam. A szüleimmel maradtam ezután egy jó ideig, de végül eljutottam odáig, hogy el kellett költöznöm, és meg kellett találnom a magam helyét. A szüleim és én elég pénzt takarítottunk meg a középiskola óta, és ők segítettek nekem megvenni az első házamat. Ebben a házban nem volt semmi őrültség. Egyszerű, hagyományos ház volt. Megfelelő egy olyan egyedülálló személynek, mint amilyen én voltam. Alapvetően olyan volt a mérete, mint egy konténerháznak, mert nézzünk szembe a tényekkel. Ebben a gazdasági helyzetben nem minden megengedhető. Beletelt némi időbe, amíg berendezkedtem, amikor pedig megtettem, akkor belefoghattam a magam független életstílusába. Ez kezdetben nagyon nehéz volt de ahogy telt múlt az idő, kezdtem beleszokni. Egy idő után kezdtem otthon érezni magamat, és lett néhány munkahelyi barátnőm, akik társaságot szolgáltattak nekem. Hogy kicsit előre ugorják, néhány héttel később a szabad napomon videójátékokat játszottam a szobámban, majd a hűtőhöz mentem egy kis nasiért, amikor valami bizarr dolgot vettem észre. A pizzát, amelyet előző este rendeltem, valaki félig megette, ami lehetetlen lett volna, mivel én csupán egyetlen szeletet tettem belőle. Egyébként is úgy látszott, mintha nagyon gyorsan enném meg az összes ételemet. Úgy falok, mint egy ló, így ez nem is volt talán annyira meglepő, és azzal ütöttem el a dolgot, hogy túl sokat eszem, hülye vagyok, és kontrollálni kellene az étkezésemet. Amikor azonban kirívóan nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem történhetett meg, Gyanakodni kezdtem és elhatároztam, hogy teszek valamit ellene. Még a középiskolás időkben voltak rejtett kameráim beépítve az iPhone töltőmbe, én pedig eltettem őket magamnak. Puszta kíváncsiságból felszereltem a rejtett kamerákat a konyhában a falra, csak hogy lássam, van-e valaki a házamban. Számos történetet hallottam már arról, hogy emberek úgy találták, hiányzik az ételükből, aztán pedig magállak sértőket látok az otthonokban. Mélyebb aggodalommal töltött ez a lángam, mert hogy ez télen történt, a házam pedig tökéletes helynek számított arra, hogy egy hajléktalan itt rejtőzzen el a hideg elől. Szükségtelen mondanom, hogy néhány nap múlva megfeledkeztem róluk. Néhány nap múlva egy kolléganőmmel beszélgettem valamiről, amikor felhozta, hogy az anyukája házát nem régiben kirabolták. Természetesen nagyon sajnáltam, de egyben eszembe juttatta a hiányzó ételeimet, és az installált kamerákat. Teljesen megfeledkeztem róla, és el is mondtam neki, hogy meg lehet, magam is hasonló cipőben járok egy hajléktalant illetően. A kolléganőm elég jól ért a technikához, ezért indítványozta, hogy töltsök le egy alkalmazást, és a kamerákról tegyem át a telefonomra. Így is tettem, és azon az éjszakán újra töltöttem a kameráimat, majd csatlakoztattam őket az iPad-emhez. Amit a kamera felvett, az abszolút felkavaró volt. Reggel nyolckor ébredtem, és azonnal ellenőriztem a kamera felvételét, amelyen láttam valamit. Hajnali kettő óra volt, és a konyhaszekrénye majtaját a mosogató felett nyitva találtam, valaki pedig belépett, és a padlóra ugrott. Aki nem tudná, milyen egy konyhaszekrény. Ez alapvetően egy elkülönített rész, amely alkalmas nagyobb tárgyak tárolására. Nem igen használtam, mert soha nem volt okom rá, és hogy őszinte legyek, nem is nagyon vannak tárolandó dolgaim. A konyhaszekrényből előmászó személy egy sovány, idősebb kinézetű nő volt, talán az ötvenes évei végén járhatott. Azonnal odament a hűtőhöz, és inni kezdte a tejemet, miközben evett az előző esti ételemből. Miután bő tíz percig az ennivalómat ette, felmászott a konyhapultra és visszabújt a konyhaszekrénybe. Nem találtam szavakat sem, hogy reagáljak erre. Sokkon és rémületen egyaránt túl voltam. Annak ténye, hogy az elméletem helyes volt, és egy idegen csak ugyan itt lakik a házamban, több volt a soknál. Nem akarom tovább vesztegetni az időmet. Kimentem a ház elé, hogy hívjam a rendőrséget. Arról nem is álmodtam volna, hogy kinyissam a konyha A rendőrség nagyon hamar megjelent, lévén a rendőrös nagyon közel hozzánk. Bementünk a házamba, kinyitottuk a konyhaszekrény ajtaját, és íme ott volt az asszony összekuporodva. Csak nem azonnal sikoltozni kezdett, mint valami elmeháborodott. És szidalmazta a rendőrséget, akik megkísérelték kiráncigálni őt a konyhaszekrényből. Aztán egyszer csak az egyik tiszt megragadta a karját, és kihúzta őt a szekrényből, majd pedig meg is bilincselte. A nő váltig azt hajtogatta, hogy ő az én anyukám, és velem él. A rendőrség azonban nyilvánvalóan tudta, hogy hazudik, és elvitték. Most azt gondolhatnátok, hogy ez felkavart engem, de úgy döntöttem, vádat emelek ellene. Ez volt életem legszörnyűbb találkozása egy idegennel. Végül anyu egy darabig velem maradt mert nem bírtam annak a nőnek a paranoiáját. Most lakásszerte tele vagyok kamerákkal, és még egy kutyát is beszereztem extra védelemnek. Allergiás vagyok mind a kutyákra, mind a macskákra, szóval elég nehéz volt ezt a döntést meghoznom, de elviselem. 19 éves lány vagyok, ez a történet pedig tavaly nyáron esett meg velem. Anyóval és a hugommal élek, és tavaly nyáron vettünk egy házat Los Angeles külvárosában. Elég jutányos áron kaptuk meg, és azonnal be is költöztünk. Mivel anyu teljes munkaidőben dolgozott az új munkahelyén, ritkán volt ideje, így a hugom és én hurcoltunk mindent. A hugom 15 éves, így nem tudott sok mindent csinálni, de azért megtette, amit öletelt. De aztán csak berendezkedtünk, és egy jó hónapig élveztük az új házat. Ha jól emlékszem, ez júliusban történt meg, és igazán halára rémítette a családomat és engem. Nem akarlak titeket szükségtelen részletekkel untatni, egyenesen a tárgyat térek. A barátnőm, akit emedinek fogok itt hívni, éppen hazadobott engem késő éjjel egy megkésett születésnapi ajándékként kapott koncert végén. Anyu dolgozott, a hugom egy barátnőjénél volt, ami azt jelentette, hogy egyes egyedül voltam otthon. Nem igazán lévén dolgom, a szobámba mentem, ahol az ágyra dobva magamat köszönetet írtam Emilinek, közölve vele, hogy nagyon jól éreztem magam. Azután pedig az instára görgettem, és mintha zenét hallottam volna a szobámon belül. Nem volt ijesztő vagy ilyesmi, olyas féle volt, mint egy karácsonyi dal mintha a csendesé instrumentális változata lett volna. Ekkor arra gondoltam, hogy ugyan honnan szólhat, de aztán nyilvánvalóvá vált, hogy a szekrényemből. Felkeltem és odamentem a szekrényemhez, ahonnan a zene most már hangosabban szólt. És amikor benyúltam a ruháim közé, jó néhány perces keresés után a Jackim zsebéből egy tojás alakú zenélő karácsonyfadiszt húztam ki. Soha életemben nem láttam még ezt a díszt, sőt, mi nem is ünnepeljük a karácsonyt, szóval fogalmam sem volt, hogyan kerülhetett ez a dolog a szekrényembe. Most vettem épp ezt a jackit, amelyben a díszt találtam, amitől még nagyobb lett a gyanúm. Még egy percig játszotta a karácsonyi dalt, mielőtt végleg elnémult volna, én pedig azon gondolkoztam, hogy mit tegyek. Kíváncsiságból felkerestem facetime a hugomat a barátnője házában, és megkérdeztem, hogy látta ezt az előtt. Mint az várható volt, nem már válaszolt, és azt mondta, hogy hívjam fel anyut, és kérdezzem meg őt. Megpróbáltam, de nem vette fel, mert megdolgozott, így aztán elkezdtem keresgélni online. Ennek a dolognak várhatóan egy tojás alakú dísznek kellett lennie, amely muzsikál, amikor kinyitják. Olyanokat próbáltam keresni, akiknek szintén volt valamilyen tapasztalatuk ilyesmivel, de sajnos semmit nem találtam. Egy óra múlva anyu hazajött. Én azonnal hozzá rohantam, és megmutattam neki, hogy mit találtam. Kérdezve, hogy látta ezt már valaha. Nagyon furcsán nézett rám. Majd azt mondta, hogy sohasem látta és ettől fogva kezdtünk kicsit meglettenni. Ha valaki, akit egyikünk sem ismert, beletette ezt a kabát zsebébe, akkor vajon ki lehetett az? Anyu mindig kulcsra zárja az ajtót, mielőtt elmegy, szóval igazán még csak nem is gyanítottuk, ki lehet az. Azon kívül egy relatíve nyugodt környéken lakunk, tehát a rablás vagy betörés esélye soványka volt, Na, no, persze nem teljesen lehetetlen. Csupán a biztonság kedvéért kihívtuk a rendőrséget, megnézték a disztolyást, hogy meggyőződhessenek róla, nincs -e benne kamera. Sőt, el is vitték további vizsgálódás céljából, de eredménytelenül. Két héttel később anyu felhívott, amikor a barátnőm kollégiumi hálótermében voltam, és azt kérdezte, miért hagytam a padlás ajtót nyitva. Zavarodott hangon azt feleltem neki, hogy nem én voltam. Biztosan a hugom tette. A hugom ugyancsak tagadta, hogy oda fent volna. Ezek után anyu pedig bevezetett néhány szigorú padlásszabályt. Nem tudom, hogy a nyitva hagyott padlásajtó és a tojás alakú dísz között volt-e valami összefüggés, de őszintén gyanakodtam. Semmi sem történt azóta, de nagyon remélem, hogy nem járt akkor senki sem a házunkban, hogy oda tegye azt. Tudom, ez nem a legfélelmetesebb sztori, de minden esetre nagyon erősen gondolkodóba ejtett minket. Ez a történet egy kicsit hosszabb lesz, de komolyan. A legfélelmetesebb incidens, ami valaha történt velem. Csak megjegyezném, ez nem az a típusú sztori, amelynek során a széket szélére csúszol az izgalomtól. Ez egy nagyon furcsa, de ugyanakkor érdekes történet. Hozzá kell tennem, hogy norvég vagyok, tehát elnézést kérek az angol tudásom miatt. Egyébként nő vagyok, jelenleg 31 éves, és egy új házban lakom, amelyet most vettem Norvégia vidéki részén, amelyet még a 30-as években építettek. Ez egy egyszintes ház, számomra tökéletes. Ha vidéki is, nagyon jól érzem itt magamat, és élveztem, hogy nem kell mindenféle bosszantó szomszédokkal foglalkoznom. Egy napon egy barátnőm meglátogatott egy másik városból, hogy velem töltse a napot. Ettünk egy kis ebédet, amit én készítettem. Egyszer csak megkérdezte, hogy jártam-e már a házam padlásán. Eddig még csak nem is hallottam, hogy ennek a háznak lenne padlása, és kérdeztem tőle, honnan tud erről. Ő azt felelte, hogy a ház teteje nagyobbnak tűnik, ezért feltételezte, hogy van ott padlás. Ez különösen érdekes volt, mert Norvégiának ezen a részén nem szokott padlása lenni a házaknak. A barátnőm, aki egy amolyan másokat rábeszélő személyiség, azt indítványozta, hogy mi lenne, ha utána járnánk a dolognak. Egyfelől nem voltam oda az ötletét, mert egy szimpla padlás nem szokott valami nagy durranás lenni. Másfelől azonban ő a barátnőm volt, és arra gondoltam, mi rossz van abban, ha megnézzük. Miután vagy 20 másodpercig néztük a padlásajtót, végül megtaláltuk a kötelét, megrögöttük és próbáltuk kinyitni. Amikor végül sikerült valósággal lezuhant, és port, meg egyéb szemét árasztotta el a garázsomat. Nyilvánvaló volt, hogy ezt a padlást évek óta nem használták. A barátnőm előre ment a telefonjával, és bevilágította a padlást. Aztán megtorpant, és azt mondta nekem, hogy ezt jobban meg kellene nézni. Mindemellett nem tűnt a hangja, inkább olyannak, mint aki valaki váratlan dolog botlott. És öcsém, igaza volt. Felmásztam a létrám, beléptem a padlástól. Ott pedig olyasmit láttam, ami mintha egy háromszög alakzatú elrejtett szoba lett volna. A padlás többi részéhez hasonlítva kicsinek tűnt, de más furcsa jellemzői is voltak. Találtunk valamit, ami egy faasztalra hasonlított, aztán Nyugat-Európa térképét, egy babacipőt, egy öreg diasztólámpát. Csodálkozva meredtünk egymásra. Mi az ördögre használhatták ezt a helyiséget? És egyáltalán, hogy valaki lakott az én padlásomon? De a legfurcsább egy feljegyzés volt, amely norvégra fordítva így hangzott: A rossz volt a gyomrod, nem volt hozzáférésed. Ez volt talán a legrémisztőbb dolog, amit találtunk itt, miközben azt sem tudtuk, hogy pontosan mit jelent. Talán azért is, mert nem volt több tárgy sem ételek csomoguló papírja, sem palackok, sem más egyéb, ami arra utal, hogy valaki élt itt hosszabb ideig. A barátnőm és én levontuk a következtetést, hogy ez a titokzatos helyiség valószínűleg zsidóknak a nácik elől való rejtek helyre lehetett. Ezt megmagyarázná a lámpariasztó, amit találtunk. Ez valószínűleg csendben figyelmeztette őket, a német katonák hatoltak be a házba. Végül aztán hívtuk a rendőrséget, akik azonban nem sokat tudtak ezzel az egésszel kezdeni. És hogy őszinte legyek, nem is hibáztatom őket ezért. Készítettem néhány fotót, de túl a tiszteleten annak irányában, aki valaha itt lakott, nem tárhatom őket nyilvánosság elé. Nem tudom. Talán egy napon megteszem, de ez most nem a megfelelő időpont. Szükségtelen mondanom, hogy ez egy váratlan felfedezés volt. És remélem, hogy egy napon majd több kérdésemre választ kapok. Elég sokáig gondolkodtam azon, hogy közreadjam -e ezt a történetet. Nem tudom, hogy egyáltalán elég jó-e, de őszintén ez volt a legrémisztőbb és legborzalmasabb pillanata az életemnek. Akkor hát legyen. Lengyelországban élek és stúdió lakásban. A környék meglehetősen biztonságos. Majdnem négy éve élek itt, és csupán egy-két rossz dolog történt. Az is sokat segít, hogy a városi rendőrség szó szerint itt van nekem a földszinten. A történetem idén január elején esett meg. Éppen aludni készültem meggyőződve arról, hogy az ajtóm zárva van. Egy kissé paranoid vagyok ezen a téren, tehát legalább háromszor ellenőrzöm, csupán a biztonság kedvéért hanem ezen az éjszakán nem helyeztem a kulcsot a zárba. Emlékszem arra a viecikre, mely szerint ha így teszel, akkor éppenséggel segítesz a tolvajoknak, vagy valami ilyesmi. Van egy macskám, ami később majd a történet folyamán fontos lesz. Elaludtam, füldugóval a fülemben, mert anélkül nem tudok aludni. Hajnali egy vagy kettő óra volt, amikor felébredtem. Aztán megláttam két szomszédomat, amint egyenest az ágyam mellett állnak nagyon megijedtem, és sikoltozni kezdtem. Mert hát, hogy a fenébe jutottak be a lakásomba? Aztán a hölgy azt mondta, hogy munkába jött éppen haza, és meglátta a macskámat a lépcsőn, és azt is, hogy az ajtóm résnyire nyitva van. Félt egyedül bejönni, ezért a férjét is magával hozta. És most jön a hátborzongató rész. Tudtam, hogy bezártam az ajtót. Egyszerűen csak tudtam. Nem volt semmi elebetörésnek. Szóval, hogy a pokolba tudott bárki is bejutni ide? semmi sem hiányzott. Semmit nem loptak el. A laptopomat az asztalra tettem, és még mindig ott volt. Azonnal hívtam a házi úrat, aki pedig azt tanácsolta, hogy hívjam a rendőrséget. Meg is tettem. Ők kijöttek, és mindent ellenőriztek. Az egyetlen lehetséges út, ahol még be lehetett esetleg jutni, az erkély volt. Csak hogy én a második emeleten lakom, és már az első emeleti balkonról is létrára van szükség, hogy feljussanak az enyémre. A rendőrség azt mondta, hogy valószínűleg alvajáró vagyok, de amikor eltettem a kulcsaimat, akkor egy nagyon specifikus helyre tettem őket, és még mindig ott voltak. Pontosan ott, ahova helyeztem őket. Tudtam, hogy nem vagyok alvajáró, és tudtam, hogy bezártam az ajtót. Másnap beszéltem a házi úr feleségével. Vajon annyira nem zavartotta magát, hogy sírva fakadtam. Annyira féltem akkor éjszaka, hogy egy szemhúnyást nyit sem aludtam és a következő nap szabadságot kértem a munkából, mert nem akartam elhagyni a lakást. Hát ha a potenciális behatoló visszajön, és megöli a macskámat. Igen, én egy igazi macskás hölgy vagyok, egy macska mama vagyok, ha értitek mire gondolok. Visszatérve a történetemhez, a feleség azt mondta, hogy neki is voltak ilyen tapasztalatai, amikor itt lakott. Éppen olvasott, amikor a szomszéd kutyája egyszerűen bejött az ajtón. Azt mondta, az ajtó néha lepattan a zsanérokra, és kinyílik magától. Tehát, hogyan lehetséges ez? És, ha csak ugyanígy van, miért nem informáltak engem erről, amikor ide költöztem? Néhány nap múlva ellenőriztem az ajtót, és azt mondták, hogy minden rendben van vele. Pedig az árat sem cserélték ki, de alacsonylag bért fizetek, tehát meg lehetsz, hogy ennek ez az ára. A mai napig nem tudom, mi történt, de nem is akarom tudni néhány hónapomba telt, amíg el tudtam innen költözni. Azt gondolod, hogy biztonságban vagy a házadban, amíg ilyesmi nem történik. Azóta mindig odafigyelek arra, hogy a zárban hagyjam a kulcsot, és még egy széket is az ajtó elé állítok. Az ajtón kinyílt, azt gondolom, hogy talán a macskám nyitotta nagyobbra. Nem tudom. Ez annyira fura, és nagyon remélem, hogy soha többé nem fog történni valami ilyesmi. A macskámat pedig arra tanítom, hogy ne legyen gyáva, és ne meneküljön el, másnap csemegét kap. És még ott vannak az én drága szomszédaim, akik ennyire törődtek velem. Ezt sohasem felejtem el. Tehát igen, ez az én rémisztő történetem. Van egy üzenetem mindenkinek, aki meghallgatja. Győződj meg róla, hogy biztonságban vagy a tulajdon házadban, még akkor is, ha tucatszor kell ellenőrizned a zárakat. A biztonságérzésének elvesztése annyira borzasztóan tehetetlenné tesz, amennyire még soha. Vigyázzatok magatokra! Ez néhány hónappal ezelőtt történt, és még azt sem tudom, hogy az a fickó ma is egy ajtó annyira lakik-e tőlem. De mindez igazán megrémített engem és a családomat. A közvetlen szomszédunk most egy apró öreg hölgy, és az egyetlen fia nem igazán az a típusú család vagyunk, akik közeli kapcsolatba akarnának keveredni a szomszédainkkal. Mindig köszöntünk egymásnak, megkérdeztük, hogy van a másik, de ez minden. A közvetlen szomszéd hölgy évek óta itt élt, és elég kedvesnek látszott. De soha nem beszélgettem vele valami sokat, inkább csak rámosolyogtam, bár ő soha nem mosolygott vissza. A szüleim beszéltek vele, és azt mondták, hogy elég kedvesnek tűnik. Anyu és apu ha még a városból is hazahozták autóval. Szóval azt gondoltam, hogy ő egy normális idős hölgy, ami a fiát életi. Soha nem beszéltem vele. Néha hallottuk valamiért kiabálni, de azt gondoltuk, hogy biztos valami játékkonzolra oldítózik, vagy hasonló. Egyébként együtt élek anyuval, apuval, az öcsémmel és a párommal, vagyis teltház van nálunk. És öcsém, milyen boldog voltam, hogy apu itthon volt, amikor ez a történet megesett. Egy éjszaka, amikor épp elaludtam, durva ébresztésben volt részünk hajnali 2.35-kor, mert hogy a bejárati ajtónkat döngették. Van egy kis Jack Russell-fajtájuk kutyánk, aki persze ugatni kezdett. Az örömből is igazán hangos volt, mintha valaki be akart volna törni a házba. Nagyon féltem. Apul eljött a földszintre a bejárati ajtóhoz, és elhatározta, hogy kinyitja azt. Igen, bele kellett mennem, hiszen az a személy be törni a házunkba vagy még rosszabb, kés vagy lőfegyver is lehet nála. Amikor apu kinyitotta az ajtót, egy férfivel találta szembe magát. Mi a probléma? kérdezte apu. Mire a férfi? Mi a franca te problémád? Hála Istennek aponak gyorsak a reflexei. A férfi arcára csapta az ajtót, majd bezárta. A férfi ismét dörömbölni kezdett. Majd amikor rádöbbent, hogy nem kap választ, elment. Én a saját hálószobámban voltam, és az ablakon néztem ki éppen. Próbáltam jól kivenni a pasost, előbb a mi házunk előtt aztán elindult a szomszédház felé, ahol az öreg hölgy lakott. És akkor meghallottam, hogy valaki azt mondja. Haver, ha nem hagyod abba, hívom a rendőrséget. A férfi akkor eltűnt. Mindannyian sokkos állapotban voltunk. Annyira nyugodt hely volt a mi falunk, itt szinte egyáltalán semmi nem történik. Szóval mindannyian határozottan reszkedtünk. Az éjszaka további részét ébren töltöttük a legkisebb zaj is megrémített. A barátomnak sikerült az egészet átaludnia, akkor ébredt csak fel, amikor az ablakhoz menve véletlenül ráléptem, és aminek nem nagyon örült. Igazán rosszul érezte magát másnap, amikor látta, hogy mi mennyire kikészültünk. Másnap teljes készültségben álltunk. Nagyon szerettem volna tudni, ki volt ez a fickó. Kb. két nap múlva a barátom és én munkába mentünk, és hirtelen rendőrautók sokaságba húzott el mellettünk szirénázva. Rossz érzésem támadt, ezért üzenetet írtam az öcsémnek, hogy minden oké okay -e. Nem kaptam választ, amíg be nem értem a munkába, utána apu válaszolt. Mint kiderült, ez a férfi mellettünk lakott. Az is kiderült, hogy az öreg hölgynek nem csupán egy fia van, hanem kettő. Apu elmondta, hogy bilincsbe verve és fordágyon vitték a másikat el a szomszédházból. Nagyon megkönnyebbültem, hogy megkapja azt a segítséget, amire szüksége van, és remélhetőleg nem fog újra dörömbölni. Bár azon is elgondolkoztam, hogy itt élte ez a pasas a szomszédban, és senki nem tudott róla. Rögtön vettem egy ajtócsengőt. Nem hívtuk ki akkor a rendőrséget. Talán kellett volna, de nem tettük. Ha még egyszer dörömbök, akkor természetesen azt fogjuk tenni. Néhány hét múlva anyu az utcán belebotlott egy másik szomszédba, akivel anyu néha szokott beszélgetni. Nem állunk nagyon közel egymáshoz, de rendes hölgynek látszik. Agyom elmondta neki, mi történt, ez a hölgy pedig azt felelte, hogy ez az ember határozottan az idős hölgy fia volt. Kiderült, hogy a korábban a házunkban lakó hölgynek ugyanaz a problémája volt ezzel a pasassal. Tehát mindig ezt csinálta. Anyut az mélyen megdöbbentette. Szerencsére azóta sem láttuk azt a férfit. A szomszéd hölgy azóta sem beszélt velünk. Úgy véljük, talán azért, mert szégyelni magát. Ami persze érthető, de ugyanakkor azt hiszem mégis tartozunk egy bocsánatkéréssel, vagy valami magyarázattal, amiért olyan könnyen ráhívtuk a zsarukat erre a fickóra. Mindig azt mondtuk egymásnak, hogy igazán szerencsés dolog, hogy ezt velünk tette, és nem egy egyedülálló anyával. Vagy valaki más, sérülékenyebb személye. De persze nem akarok ezen még egyszer keresztül menni, vagy látni őt újra. Még mindig akadnak álmatlan éjszakáin, amikor arra gondolok, hogy ez a férfi esetleg visszajön, és ismét döngetni kezdi az ajtónkat. De nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Néhány évvel korábban, amikor főiskolás voltam, Késő éjszakáig dolgoztam a nyár folyamán. Szakmai gyakorlatom voltam egy cégnél, amely félúton volt a semmi közepén. Mérföldeken keresztül csak erdők és földek voltak. Egy éjszaka hajnali háromkor végeztem, aztán kocsiba ültem és hazahajtottam. Általában 20 perc betelt, amíg hazajutottam az időszakos lakásomba, ahol a nyár folyamán laktam. Kb. fél után meghallottam az autón koccanásait. Öreg kocsi volt, mivel a főiskolás évenben nem volt valami sok pénzem. Mindent megtettem, hogy mozgásban tartsam az autót, ám az haldokolni kezdett, majd végül szép lassan megállt az út szélén. Ez az út teljesen üres volt, sehol egy másik autó, csak kis árkok, és erdők az út két oldalán. Többször is megpróbáltam elindítani az autót, de aztán beláttam, hogy ez nem fog menni. Sohasem voltam valami nagy autószakértő, és őszintén szólva fogalmam sem volt, hogy mit kéne tenni. Tudtam, hogy nem fogyott ki belőle a benzin, tehát elhatároztam, hogy felhívom a közúti segítséget. Azt mondták, hogy a lokációmra való tekintette fél egy óra körül tudnak kiérni. Úgy döntöttem, hogy játszani fogok a telefonommal, meg YouTube videókat nézni, amíg ki nem érnek. Tehát feltettem a fülest, és neki láttam. Kb. 15-20 perc múlva azt szakított félbe, hogy meghallottam. Valaki a hátsó ajtómat próbálja kinyitni. Az ajtóim zárva voltak, én pedig azt hittem, hogy az úti szervíz az. Levettem a fülest, és hátra néztem, egy furgon látványára számítva. Ám egyáltalán semmi nem volt ott. Teli hold volt, meglehetősen jól láttam erős fényében. Csak hogy nem láttam ott senkit. Eltöltöttem egy bő percet azzal, hogy nézelődtem, próbálva kitalálni, hogy ki akarhatta kinyitni az ajtómat. Tudtam, hogy amit hallottam, az nem képzelődés volt. Aztán a szememmel végigpásztáztam a kis erdőt, és megláttam, hogy az egyik fa mozog. Ahogy jobban odanéztem, láttam, hogy egy férfiás a fagyok a kis erdőn belül. Zöld viselt, barna haja és sötét szakála volt. Ennyit voltam képes kivenni belőle. Térdelt, és a kezeivel ásott. A látvány erős félelmet keltett bennem. Még jobban megrémültem attól a gondolattól, hogy bizonyára ez a férfi próbált meg az autómba. Rengeteg kérdés sohant át az agyamon, úgy, mint hogy ki ez a férfi? Miért lássa kezével itt a semmi közepén? A férfi még több percet Én csak ültem a kocsimban, próbálva olyan csendben lenni, ahogy csak lehet, remélve, hogy nem jön megint ide hozzám. Ez az egész egy örökké valóságnak tűnt. Aztán végre valahára autólámpákat pillantottam meg magam mögött, és az úti segítség furgonját. Amint megjelentek, megláttam, hogy a férfi megfordult, és behúzódott a kis erdőbe, de nem kelt fel, és nem futott el. Négy láb távozott, mint valami állat. Több voltam, mint boldog, hogy kikeveredtem ebből. És igen röviddel ezután új kocsim lett. Nagyon remélem, hogy ez soha többé nem fog még egyszer megtörténni. Ez a történet 2015-ben esett meg. A feleségemnek és nekem ekkoriban volt egy kunyhónk éjszakon, ahol éltünk. Akkoriban mindentől messzebb szerettünk volna lenni. Amikor először jártunk itt, úgy terveztük, hogy a hétvégéket fogjuk itt tölteni, pénteken érkezve és vasárnap távozva. Négy órába telt odajutni, és nagyon szép hely volt ez. Volt itt egy tó a vadonna és egymástól nagyon távol eső kunyhókkal körülvéve. Igazán élveztük azt, hogy mindentől el vagyunk különítve. Amikor először ide péntek délután, először horgáztunk, aztán bementünk lefeküdni. A kunyhóban volt egy kis konyha, nappali, Fődőszoba, hálószoba. Nem volt valami nagy, de kényelmes. Éjfélkor, amikor már kezdtünk volna elaludni, kopogást hallottunk a bejárati ajtón. Fogalmam nem volt, kikopoghat ilyenkor, illetve ki tudhatta egyáltalán, hogy itt vagyunk. Ez nagyon furcsa volt, de elhatároztam, hogy oda megyek és megnézem. Lassan felkeltem az ágyból és kiosontam a hálószobából. Amíg keresztül haladtam a nappalint, a kopogás egyre hangosabbá vált. Számomra egyenesen riasztóvá. A konyhóból nem is lehetett rendesen kilátni, ha csak ki nem néztél a konyhaablakon. Ahelyett, hogy az ajtóhoz mentem volna, Először az ablakhoz mentem, hogy megnézem, ki kopog. Lábójhegyen a konyha ablakhoz értem, a kopogás még erősebbé vált. Ekkor már olyan hangos volt, hogy féltem, betörik az ajtót. Láttam, hogy a feleségem is kijön a hálószobából, jeleztem neki, hogy maradjon csendben. Ahogy kinéztem az ablakon, nem láttam mást, csak egy hatalmas férfit nekem háttal, az ajtót verve. Lehetett vagy 185 centi, és legalább 130 kg. Kalap volt a fején, az arcát nem láttam. Számba vettem a lehetséges opciókat. Úgy döntöttem, hogy felkapcsolom a teraszvillányt, hát ha elriasztam. Visszagondolva ez valószínűleg butaság volt, tehát nem tudtam, hogy mit tegyek. Ahogy felkapcsoltam a lámpát, a férfi továbbra is arctalan maradt, és folytatta a dörömbölést. Ülve maradtam a földön szemben az ablakkal, reménykedve, hogy el fog majd benni. Végül is elment. Tudtam, hogy ez volt az egyetlen bejárata a kunyhónak, szóval megkönnyebbültem. Csak hogy ezután meg a kunyhó mögött, a falon hallottam dörömbölését. A feleségem és én azon a területen maradtunk, ahol voltunk, mert ott nem látszottunk. Szerencsére minden ablakon volt edény. A dörömbölés folytatódott a kunyhó hátsó részén még öt percig, aztán végre abba maradt. Csak ültünk ott, várva, hogy újra kezdi, de nem. Azért még vagy egy órát ott ültünk, és tanácskoztunk arról, hogy mi volt ez, majd végül visszafeküdtünk az ágyba. Amikor másnap reggel kimentünk, láttuk a tenyérnyomokat az ajtón, akárcsak a kunyhó hátsó falán. Jó néhány növényt is letaposott. Először el akartunk menni, de aztán mégis maradtunk még horgászni, és sétálni az erdőben, ahol nem láttunk senkit, és ez nagyon jó volt. Aztán visszamentünk a kunyhóba. Pihentünk, filmet néztünk, aztán ismét éjfél körül mentünk lefeküdni. És ekkor megint kopogást hallottunk a bejárati ajtón. Amint meghallottam, a szívem összeszorult. A kopogás megint hangosabb és hangosabb lett. Elhatároztuk, hogy várunk, remélkedve, hogy a férfi nem töri be az ajtót. Durván tíz percig tarthatott az egész, majd a férfi ismét távozott. Azt hiszem, most még kevesebbet aludtunk. Másnap reggel, ahogy a feleségem kilépett a kunyhóból, a bejárati ajtó előtt a földön egy papír darabot talált takarodjatok innen felirattal. Elhatároztuk, hogy jelentjük a történteket a rendőrségnek. Miután kitöltöttük a feljelentést, haza autóztunk. Nem hiszem, hogy bármit is találtak volna. Mi pedig elhatároztuk, hogy eladjuk a kunyhót, és keresünk egy másikat máshol. Nem tudjuk, ki volt az a férfi, vagy hogy netán el akart minket jasztani innen, de az új konyhangat sokkal jobban élvezzük. Ez durván számítva 15 évvel ezelőtt történt. Úton voltam, hazafelé hajtva a főiskoláról. Floridában jártam iskolába, és a középnyugaton éltem, tehát hosszú volt az út hazafelé. Általában két nap alatt tettem meg az utat, de most úgy döntöttem, hogy végig autózom az éjszakát. Elhagytam a főiskolai kampuszt, és csupán tankolni, enni, vagy a mosdót használni álltam meg. Tulajdonképpen nagyon jól el voltam. Amikor pedig beesteledett, akkor még jobb lett, mert a forgalom jelentősen meggyérült. Megálltam egy kis energiaitalét, hogy feldobjam magam, aztán több órát vezettem. Annali három körül kigyulladt a benzin fogyatkozását mutató lámpám, ami azt jelentette, hogy még 40 mérföldet tehetek meg, mielőtt kifogyna a benzin. Az igazat megvalva a semmi közepén voltam, ezért elhatároztam, hogy a legközelebbi kiáratnál megállok, és megnézem, hol van benzinkút. A kiárat végül felbukkant. Jobbra hajtottam, aztán lefelé egy nagyon nyugalmas úton. Két-három mérföld után még mindig nem láttam semmit, ezért már arra gondoltam, hogy megfordulok, amikor váratlanul fények jelentek meg, amelyek ígéretesnek tűntek. Az út egy kicsit kanyarodott, majd innen egy kis városba kerültem. A sebességkorlátozás miatt csak 20 mehettem, és mindkét oldalon lepukkant öreg épületek álltak. Őszintén szólva úgy festett, mint valami szellemváros, de úgy gondoltam, hogy kellene, hogy legyen benzinkútjuk, így hát lassan folytattam a vezetést. De minél tovább vezettem, annál kevésbé láttam a benzinkutat, és annál inkább öreg házakat. Ezért úgy döntöttem, hogy megfordulok. Ráfordultam egy autóútra, és amint ezt megtettem, láttam, hogy az egyik ház bejárati ajtaja kinyílik. Egy idősebbnek látszó férfi lépett ki rajta, és elindult felém. A kezemmel mutattam, hogy megfordulok, aztán hátra kapcsoltam. A férfi kicsit zavartnak látszott, miközben megfordultam és vezetni kezdtem az ellenkező irányba. Ekkor megláttam, hogy az út végén két másik férfi el, és mérges arc kifejezéssel. Ez valami okból nagyon kiakasztott. Elhatároztam, hogy figyelmen kívül hagyom és tovább vezetek. Amikor visszatértem a kisvárosba, még rosszabb lett a helyzet. Legalább tíz ember volt mindkét oldalán az útnak, a házak előtt, és mindengem bámult. Mindannyian nagyon barátságtalanok voltak. Ahogy a húsz mérföldes sebességkorlátozással vezettem, elindultak az úton, majdnem megközelítve a kocsimat. Nem tudtam, mit tegyek így, hát elkezdtem mind gyorsabban és gyorsabban hajtani, amíg csak ki nem kerültem innen. Gyorsan kihajtottam a főútra, amíg meg nem láttam egy újabb kiáratot tíz mérföldnyire. Itt végre találtam egy benzinkutat, ahol tankolhattam, aztán hazahajtottam. Nem is voltam benne biztos, hol volt ez, de a mai napig kilel a hideg attól a hajnani háromkor megtalált kisvárostól, és a benne lakó barátságtalan emberektől, ha visszagondolok rájuk.